Nem az Jöhet hozzám és finyó, halló. Nekem adod, megveszem. Mit? Nem, nincs eladó, nincs eladó. Senki se kapcsizik. Nyájavak. Atta szerintem menj utána, szerre neki egyet. Pill és jövök, srácok. Hát nem nagyon jövök. Mégse. Gyere, arrébb állok, gyere. Szerintem ki tudok izé. Ja, nem tudok, mert ez egy nagy kodály, geci. Vagyok. Köztesó. Elvihetem egy kicsit, hozzak magamnak cuccot, amit tudok árulni. Persze, akkor megyek veled. Na. Tankom. De várj, akkor vezess te inkább. Ja. Csak jól van a szemem. Merre kell menni? Vagyok. Lefoglaltak, az mindjárt jönnek egyet. Kászor először. Hozzak neked is? Megcsinálom. Árulni. Igen, hogy adok neked is, akkor árulod. Én inkább elszívom, mint árulom. Ah. Hát úgy is lehet. Úgy is lehet. Adok plusz egyet, azt az egyet elárulod, az amit elszívod. Hát... Inkább árul csak, Mennyit hozzak szerinted? Hát most KG ilyen 9 darabot hozott, ha jól hallottam. Uh-huh. Na, akkor hozzak én is fejenként, minden jó. Bohóc vagy? Re. Srácok, majd tempomat ott állítsátok 60-ra. Az a fix, és akkor nem lesz koccanás. Mennyibe adjuk őket darabonként, azt is beszéljük meg. Attól függ, hogy kinél mi van. A metet szerintem adhatjuk 1 millióért, nem? Vagy az kevés? Én is azért kérdezem, hogy mi az ára, hogy tudjuk. Van itt valami met szakértő, vagy bármilyen? 1,2. Jó, akkor 1-2-be a met. Füstöt mennyibe? Nem tudom, azt viszont fingom nincsen. Te most is mehet egy 1-be. Minimum, nem? Legyen egységár, mindent adjunk 1-2-be. Jó. Tek az úgy jó. Elmegyünk a közös pénzbe majd fagyizni. Ha? Jó. Megtankolom. Kiszálltak ilyenkor? Ne, igen, jó, okay. Jó. Megbeszéltem magammal. Már is így egyből? Húztatok a zsebedbe pár zacsikát. Maci. Rájunk be ide sorba. Akkor megyek. Meg jó lenne. Előrébb tudnál menni. Lenne, hogyha lenne egy olyan sofőrünk is, aki például lehetne ez futva is, mert a losztosokkal azért elég sokat mentek ilyen nagy köröket. Te vágod azt az útvonalat, amit mennem, régen nyomtuk csak a losztal, tudod? Merre kell menni? Kudvás. Addig nem tudom, már itt hagytok. Hova akarsz menni? Mit akarsz érinteni? Hát menjünk egy nagy város körül. De mindenképp úgy, hogy érintsük vele a főpublikot, meg az ilyen fontosabb helyeket. Nem kell sehol se, de menjünk, csak lássák, hogy vagyunk. Ja. Izé, itt megy balra, itt megy balra. Kettes ingatlan fele, onnan a önkori, HKS, úgy vissza. Igen? Igen? Egyedül. Úgy, ahogy csináltátok a losztal, gyere már előre, és akkor téged követünk, kicsit előre. Hát nem tudom, hogy csináltuk, faszom emlékszik. Túlmentél, nem baj, nem baj. Várjál. Voltatom másképp is. Igen, az a kuka úgyse kellett. Ja, igen, az ott. Kit van? Igen. Zavart. Most jövünk egy pillanat. Akartam amúgy tök romantikus, megható beszédet tartani, de igen, hát akkor igen, itt vagyunk, ez az. Hol, most? Érkeztünk, itt vagyunk, már ott van. Akkor gyertek, soroljatok be ide.
Amúgy csak a mi autónk sötétkék. Menj előrébb, akkor az utca elejé. Csak a mi autónk sötétkék. És hát, akkor annyi a lesz, hogy egy akkor... picit. Ha besorakozunk, azt már gyertek az első kocsihoz. Jó, az egyik az félig fekete, szóval ahhoz képest jók vagyunk. Majd tankolni is megállunk valahol. Amúgy azért ilyen, mert... Az jó vagy, hova mi? Mert régen az mondjad összes kripszes autónak ilyen színe kupattam. Volt, mint a többinek, ami előttünk van. Uh-huh. Csak szerintem az olyan lilás, hogy inkább én különbe csaptam. Akkor különcke, op. Persze, persze. Látod a szembe lévő autót? Hm? Az ott mi? Nem tudom, de szerintem... Kezdődik. Jó, gyertek már. Többiek hon van? Pisti meg ezek. Dig. Vagyunk utolsóba. Gyertek már, ennyien vagy? Fehér. Jó, kevesen vagyunk. Dezerek. Ugye fel a kezét, aki nincs itt. Tényleg dezereket valaki? Na, ezt megbeszéltem. Király mögöttem, zsír. Ennyi? Akkor ez a összlétszám? Egyelőre igen. Jó, ma majd jönnek a többiek. Ja. Na, lökjed! Na jó van, srácok, igazából semmi nyáladzás, meg semmi, csak egy ilyen kis... Nem tudom, ilyen pudinak ilyen őszinte percei. Hát először is szeretném megköszönni a Mackónak, meg itt a Zarabnak, hogy befogadtak az utcáról ebbe a jó kis családba. Nagyon szeretek itt lenni, és nagyon örülök, hogy ezt a sok embert, aki itt van, megismerhetem, meg nagy spanok vagyunk. Büszkén és boldogan mondom, hogy ti mindannyian a testvéreim vagytok. Igazából külön szeretném Makit, Pistit, meg a Mazsit amúgy kiemelni, meg megdicsérni, mert amúgy rájuk úgymond büszke vagyok, meg nagyon hálás vagyok, hogy itt vannak, és erősítik a kis gettó csapatunkat. Merem állítani, hogy ők tényleg, ők a Crips Elite, ők hárman mindig ott vannak, és mindig tudják, mi van. Többieket is ugyanúgy szeretem, Herbál, az imádom, amilyen vak, meg a Vinyó is. Köszönöm szépen. Azokat is nagyon puszilom, akik nincsenek velünk, így mint Abcu, meg Bali. De sajnálom, akik el is mentek, mint például a jó kis Lüki társamat. De egy szó, mint száz, ne üss meg Vinyó, mert most tényleg szeri van. Egy szó, mint száz, amúgy köszönöm, hogy itt lehetek, mind a testvéreim vagytok, és szerintem kurva erősek vagyunk, és ezt ne felejtjétek el. Ezt Mackónak is mondom. Figyelsz, Mackóm? Jelek hát. A gettó kék volt, kék és kék is lesz. Ezt egyezzétek meg. Ez a legfontosabb. Ez így van. Ez így van, baszki. Mi vagyunk a kibaszott Crips. Így van, és... És amúgy érdemes lenne több ilyen kis kocsikázást tartanunk, mert lehet, hogy elfelejtették, hogy mi létezünk. Na de kik vagyunk mi, srácok? Hogy halljam? Kulvány! Kibaszott Crips! Crips! Bocsánat! Elnézést. Vagyunk a kibaszott Grófs. Tudjuk meg! Az! Vagyunk a Crips, a legrégebbi gettóban, a ebben Magos. A rákos városban, és mindenkit tinasba rakunk. Kevön! Hogy legyen egy kis happy day. Tánc. Kettőmmel is tapsolok. Csoda bulkesz, nagy bulkesz. Hát ennyit akartam mondani, most nem vagyunk olyan sokan, mint amennyien szoktunk, de legalább összetartóak vagyunk, és van egy vinyónk is. Ennyi, köszönöm szépen, köszönöm. Így van. Hát az így 8 autó összegyűlt, tesó. Akartam mondani, köszönöm a megtisztelő figyelmet, és most elegánsan távozok, ha megbocsátanak. Aha, jó van. Na, zsa, kocsikba akkor 60-as tempomat, gyerekek. Vinyó meg megfagyott szerintem. A gyerek, én jól el vagyok, csak gyere, ide vagyok. Is a motorháztető. Na, akkor 60-as tempomatot mindenképp srácok. Nekem másodjára sikerült, csak nézzél, már faragszik a tempomatom. Lehet nektek is. Na. Zsaki egyedül van? Nem tudom. De hallod, menj már odé, mert a patka miatt nem tudom kinyitni sajnos. Nem akarom megkarcolni. Köszönöm. Várj, most a Zsaki egyedülül.
Hát tegnap is egyedül akartunk. Ezek amúgy vagoszosok, nem? Nem tudom, de már harmadjára megy el itt. Nem, néz a növedik nagyon. Nézi, hogy hogyan nézünk. Vágat, hogy mi jaj, nézünk ki. Te kurvás, akár a stabil 60-nal is mehetnék, nem muszáj 40-nel. Elfelejtettem beállítani, mert lusta szar vagyok. Ésből megyek, tesom, érzésből. Kicsikét egy szín... hát egy hosszú kattinkásat játszok, hello. De most te se állítottad be amúgy az izét. Nem, de nem mondd el senkinek. Nem mondom el. Amúgy beállítottam, csak valamilyen elment. Sor, mert lemaradtak négyet. Akkor mindenki állítson tempomat, hogy gyerekek. 70-nál, nem azért, csak valaki kipörgött. Mehetünk. Na, beállítottam. Vagyok az utolsó. Na, nem mondod. Mondom. Megjöttek, indultunk. Kacsi vagyok. Megállunk majd mindjárt tankolni, mert... Kudvás, akkor mész? Csak 60-ra menjünk. Tudod a tempomat, azt hiszem. Daimerben milyen van? Ilyen. Jaj, nem állítottam be. Oké. Okay. Ha most jobbra elnézzük, láthatunk egy közvécét. Na. A végén, és akkor nem tudják meg. Igen. Tika. Nem akar valaki pudva helyett előre menni? Hadd élvezze a vezetést. Többet meg hátra, mint előre. Hát, hogy minden négy kerék ott van? Fejbe meg nincs. Hát mondjuk kettővel előttünk is a gyerek azért. Hogyha a kocsiját. Nálam jó. Ja, akkor csak én vagyok a bajos. Nem baj, addig nincs baj. Mint egy... A szélvédő a bajos. Ja, igen. Előre megtervezett bűncselekményt szeretnék elkövetni. Na most nálam is így... Ilyen vibrátoros volt. Hm? Csí, hát mondhatod, van ez a barát, aki kapcsolom. Ja. Tevőben mellém. Taktikai megállás. Valamit mondok. Vagy látom? Olyas vagy, látom. Egy üveg bor kibontok, figyelj. Nem fogyjunk el. Folytasátok. A haránfeknésben a csenge. Ja, bocsánat. Ez hívta a kólát. Aki előre megy, gyerekek részi. Aki vágja is a vár. Menjél. Ja, azt hittem, már itt vagyunk. Jaj, már majdnem kiparunk. Hol? Nyugodjunk meg. A publiknál mi? Hát nem, én azt hittem, hogy itt vagyunk, ez a helyszín. De milyen helyszín? Szín. A... Beszélés helyszíne. Hallott? Az meg hülye vagy... Jaj! Jó, oké. Kezdődik. De... Csicsatok, mert a hátsók megint lemaradtak. Akkor mi megyünk leghátul kudvással. Verseny volt, csúszik a hó. Még nem tud vezetni. Én meg a Pisti. Nekünk is srácok, ha gondoljátok. Tudod a sor. Le fogunk bukni. Tudod, vazet. Miért? Csak megnézünk. Bárhova menjünk, bárhova. Tempomat. Már beállítottam, nyugi csajos. Elmegyünk el a kockatéren, Pédi előtt elmegyünk. Aha. Itt tudom én. Egy kajak. Hát csak pont kifogtuk a második autót, aki ilyen lekváros. Igen, igen. Bár gyorsan, nyomja neki. Megelőzzük? Nem hagyja magát. Mert neki, hanem mind a kettőt 60-nál megyünk, vajon ki győz. Én nagyon sokáig azt hittem, hogy itt a tempómat az olyan, hogy beállítom, és akkor magától megy 60-nal, és nekem csak kormányozni kell, és nem értettem, ne. Miért nem indulunk el, de... És utána jöttem rá, hogy ez valójában mire jó. Hát szia, Herbál! Ennek volt értelme, Herbál, ügyes vagy. Az még jó.
Kraszt irányba vagy Herbál, nem? Nem. Gyerekek, most... Még 40-nel össze tudunk normálisan menni. Elől aztán, tudod, véletlen. Micsoda? A leges-legelső, állj már kíván, meg, Dili. Kíván. Jó elől. Vagy? Nem tudom. Köszönöm. Geci. Na, eddig jó. Igen, igen, eddig nagyon jók vagyunk. De jó sokat zabál ez a szar. Rosszad le a kicsi kémet. Jó, akkor ez a szekér. Nevezd csak Erzsinek. Erzsi. Igen, ez Erzsi. Mostan koltunk bele és már megette. Igen, igen. 5000 forintot. Eled Erzsitől. Meg ha ki tudod, lőhet pár képet amúgy erről a felvonulásról. Hittem, hogy lőni. Jaj, te mindig azt hiszed, hogy bevennéd a faszomat. Baj? Zavar? Hinni nem itt kell. Nem, alattam. Ki megy meg elő? Meg. Ki megy legelő, srácok? Meg. Megszem, 60, nem 40, 60. Tudom, hogy szeretitek, ha nekem szám bűnös falatokat majd megeszitek. Próbálunk a szavakkal, a tettek át a maradta, hogy sütelesség ezt. Milyen be, hogy vocskolják a nevembe, és köpjenek a szemembe. Maradt el és kuló, amit köpködök. Ne basszatok fel, hogy egy konvojt nem tudunk adni meg. Jó, öttel megy a gyerek. A világ leglassabb autóival, Geci. Menjetek. Öttel megy a gyerek. Álljunk be. Kezdek felbaszúrni. És csak fényképeztem, menjél csak. Amúgy én nem is használok tempomasztot. Egy dolgot kértem, az a kurva tempomat, tesó. Én mégis normálisan megyek, tesó. Vigyázzunk a brigádra is benne minden kölyökre. A szoba telefüste, én nem csak szívó, drága. Annyira tesz, hogy harmadjára megyek belé. Mert harmadjára fékeznek be előttem. Ja, csak hogy csendben vagy. A nem. A Mónika volt, élvezem. Ne. Ami itt megy. Ja. És néztem amúgy, miért látsz meg, Kavex? Előre, Ahmed, menj már előre. És uraim, van egy kíséretünk is. Csatlakozzatok Ahmed mögé. Kívülre tök jól néz ki. Azt a mennyi, meg milyen fán lehet, közben meg full idegeskedés, ja, hogy mert jössz belém, úristen, tempom a gyerekek, úristen, ki van elől, lemaradtunk. Ja. Az, aki, amiről senki nem beszél. Ja, kulisszák mögött. Kéne ilyen videósorozatot csinálni. Menjünk be ide a kút letankolni? Nekem már kéne, úgyhogy... Tankoljunk, gyerekek! Pénz nélkül mehet a tankolás. Megy egy kicsit odébb, mert szerintem valaki biztos belemegy majd az izébe. Az a baj, vannak a hátunknál. Ide kimegyünk a szélére. Jó, jó lesz. Aci talán nem maradja el. Van nálad pénz? Persze! Akkor tankod meg, légy szíves! Erzsit, mert... Ja, itt a bank, akkor hozok én, hagyjad. Jó, van akkor.
alakítjuk évé. Boom, bitch, itt a Crips a vezér. Boom, bitch, itt minden belefér. Boom, bitch, itt minden. Ez a város az anyé. Boom, bitch, itt szalad a szeged. Boom, bitch, itt a Crips a vezér. Nem tudás. Zsaki, és akkor téged követünk, mert úgy látom, te tudsz vezetni. Tudom, csofőr van. Hát ja, nem úgy, mint Herbában, azért te hasznos csúszol ki. Hát nem, ezt így akartam. Gyere, Erzsi néni. Erzsi nénit hagyd ki ebben, most is rajta ülsz. Kényelmes. Na, ugye? Aha. Párnázva már. Várjuk meg őket, nem? Aj, hogy felraknám így a kezemet ilyen bandásba, de attól félek, hogy akkor Erzsike úgy gondolja, hogy nem vagyok ide tartozni, és kidob az autóból. Herbál! Tanuljál már megvezetni, bazd meg! De mindig lefékeztek előttem, 50-nel sem mentek. És nagyobb távolságot tetje, hát egyszer mentem még bele senkivel. Behúztam. Na ez viszont jó. Lebegtetem, mintha így repülne. Majd lefagy egy 5 perc múlva, nyugi. Megnézem, hogy honnan jön a szél. Igen. Ez délnyugat lesz, úgy érzem. Az merre van? Hát nem tudom, de délnyugat irány. Olyan kelet-észak. Kelet-északi szél fúj. Körülbelül olyan nagyon hideg lehet. Olyan nagyon hideg? Hideg, köszönöm a figyelmet. Nagyon szívesen. Ez autó követ minket. Ez izé. Ki? Nem velünk van. Brasszások. Én vagyok. De menj már innen. A fekete kocsival. Valak akarok izé állni hozzátok, mert... Nem, ne autó. Azzal a kocsival. Nem tudom, ott hagytam. Szepatsz, szóval. Azt! Jaj! Azt a kurva! Mi a fasz történt? Nagyon kapta valaki! Neki lemaradt! Ja. Várjátok meg, mert menni pár meg! Hogy úgy pedig csapoljuk meg, hogy... Lassítsatok az elején! Oké, és csak így tassítok utolérek ideket, mert fölvettem egy embert. Szabály! Hát, meg még piros lámpa is! Nekünk is, de ez már... Parkoljunk le itt a publik előtti parkolóba. És gengasz, hello! Azt hittem meg. Tehát beugorjak a boltba, kell valakinek inni vagy enni, csak mert akkor viszek miatt odaérek. Úgy is bemegy publikba, azt lesz magának. Ide állítunk ilyen roncson. Erzsi mama. Fogd le a kocsit ide. Erzsi mama megsérült. Vinyóka, állítsad le szépen a motort, légy szíves. Dig. Kérem át esetleg. Azt mondtam, hogy légy szíves, ez nem jó? És talán leállítsa, jó? Manapság minden nehéz. Nem talán, ha azt mondtam, hogy légy szíves, akkor állíts le. De várjál, leállítom, akkor már többet nem tudom vezetni. Nem, ez hát igaz. Akkor majd megint beindít. Nem lesz jó szépen. Utána, tesó. Jó lesz, így nem állítom, nem, le, mert nem tudod vezetni, igen. Jó, hát de akkor meg 5 percenként el kell mennem tankolni. Jó, van már. Na jó, hát figyelj, fogod magad, aztán utána majd elhozza a saját autót. Na. Legfagy... Ez mi volt? Most csak én vagyok autista, vagy most mindegy? Én is az vagyok, Gyugi. Megfagytam. Tehát, most lett megint Lost MC Service szerep, de az... Igen, igen. Mindegy. Halló. Sír már a város, a kék most nagyon káros. Na, remélem most eladunk mindent is. Mondjuk jó keresem vannak, ahogy látom. Látjuk komolyba ide álltak mellénket. Valahogy vett halkabra teszó, meg kiszakad a fülem. Én meg alig hallom, bárki vágod? Ah, úgy, hogy az egyik fületbe van dugulva, úgy nem is csodálom. Tikot lábatlankodik a gyerek, figyel. Kacákba lövetni egy jó fényképet. Hallod, én úgy be vagyok állva, mint a kutya. Nem
tud már lesz a sárt. Szabd le magad. Észre, az elébb a kettóba is ott volt ez a mellcő. Igen, 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 ja, ezt követett minket. Mi van, kutyát? Na valamit lát. Jéééé. Nem hallom a zenét olyan. Hallok nekem. Jó, ez így hullas. Nem, csak én nem hallom. Mindegy. Amúgy igen. Elképzelem. Teljesen jó úgy. Na, mi van a fületekkel, passz meg? Csak nekem eleve halkabb. Nekem jóval halkabb. Tényleg, tényleg, ja. Szóval ne okoszkodjál már alap, mert elászlak. Beteszlek egy gilosba. Azaz. Ezt odadlak, meg elehetlak. Mondjuk a moszó medvég államban nagyot hallanak, nem? Főleg a jobb fülesüket. Jó napot, uraim. Ez a fiamad. Jó napot. Uraim. Jöttek na, a maci boltjába. Szavasz, maci. Figyelj már, nem kell ilyen kis vízi pisztoly nektek? Gondolkodóba ejtesz, mire gondolsz? Hát van Tech9, meg Microzin, korlátlan. Igen? 5 darab, izé Tech9, meg csomó Microzin. Korlátlan, uram. És a Microzit mennyibe szúrod? Milyen tesósára. Már 50%? Nem, de 25 mínusz. Na mire gondolsz? Mondj egy árat. Hát ilyen, mit tudom én, 40. Csak elmegyek az autó, mert Az amúgy teljesen korrekt. Engem is érdekelne. Engem is érdekel, akkor így Microzin 40-ben. Igazából szedjétek a bandát, én cserélek egy autót. Mondj egy ajánlatot. 600-ért veszünk tőled. Tesó, igazából eljöztök házamhoz, megnézitek mennyi van, mi van, aztán mondtok egy járatra. Figyelj, most mondom tesó 600-ba, ami jön. Szerintem annyiba pont belefér igazából simán. Jó van, menjünk most, kövessünk téged. Aha, menjünk. Annyi, hogy cserélek egy autót, mert... Jó, de hát mi is ezzel a lassú szarokkal vagyunk, ezzel megyünk, jó? Jó, akkor megyek ebben. Ennyi, akkor pad be. De várjátok, nagyon szép autó. Jó, ezt még meg is veszek, uram, ezt az autót. Lebonyolítunk gyors egy fegyverbizni. Jó, melyik a miénk, ez a miénk. Köszönjük. Úristen. Kell szállnom valakihez. Hát, ugor be. Még bocsánat. Most nem értem, miért lett ott hagyva a kocsi. Zsaki, jó, előttem megy. Haló. Hát amúgy érdekes lesz így, megjelenünk 8 kocsival egy háznál. Hullas, kicsit se lesz félreérthető. Meglássuk, mi lesz ebből. Hát igen. Lassi ismeri a kik vagyunk mi, hogy itt érkezzünk? Mi csak emberek. Te itt vagyok, nem kőféni. Itt van a Duranda. Dildózer, ma mindenki leszerel. Merre mentetek? Gyere egyenesen végig ki a izé felé. Mint hogyha mennék kettes határ fele. Vagy egyes határ fele. Felszívtam ezt a kis anyagot és sok perszebben látok. Majd én is szeretnék. Képzeld el, annyit ittam, hogy az alkoholtam, hogy semmilyen bajom nincsen. Az igen. Immun is lettél rá. Tudod, milyen rosszul érintett? Ittam és semmi. És akkor mondták, hogy hát ez már ilyen... Alapból gyenge alkohol, meg már senkinek semmi baj, annyit idott itt mindenki a városban. Na, az kemény. Akkor legalább ez hatásos, csak nem a kocsiba csinálom, mert Erzsika se szereti. Nem szereti. Elég komoly példán keresztül tanultam meg ezt. Gondolom. Ekkor nem kellett épp sietni sehova. Mert épp ránk támadtak, semmi baj. Baszki. Igen. Ezt a videó hol van? Ha mondom, sziasztok, megnézem az alvásszámat, mi van veletek. Hogy nagyot megyünk itt szembe szállva az autópályán. Ez a krip. Megtehessük, hallottak. Lesz viccetok. Hogy álljunk félre egymás után végig a kocikkal, vagy ahogy akartok. Sem voltam kötve, majdnem meghalhattam volna. No, azért ne járt le. Majdnem? Hát tudom, senkinek nincs akkora szerencséje. Igen, aztán mondani, vettem volna egy sósélet is délután.
Alá, és akkor Pisti jöjjön velem, jó? Van egy szint, ami még oké, de van egy mivel, szint, ami már, mivel, már nem. Mivel tudnál kiegészíteni, elnézést? Azzal, hogy normálisabb vagy velem. Hova jó, kell menni? Oda be. Oda be. Én basztathatom. Az áll. Ugye haver, annyi a lényeg, gondolom, hogy ugyebár most csak 600 milliónk van rá. Hát mondom, ami úgy gondolod belefér. Itt kinyitom. Persze. Azt mondjad, nem pakoljátok. Fogsa. Csak annyi, hogy a tév sarkához álljál egy picit, azt úgy tudod meg. Látom, látom, megoldottam. Egy az Asimov, meg a Glock az nem. AK-k vannak, haha. Uziból 1, 2, 4 Uzi. Azt mondja, akkor Tech9-ból van 3, 4 Tech9. 4 Uzi, 4 Tech9, aha. Meg akkor vannak AK-74-ek gyerekek. Shotgun úgy látom. Ami szívednek jó, ami tényleg tetszik nektek, azt megfogjátok, azt pakoljátok. Azt figyelj, bátya! Akkor ezt neked kéne most kiszámolni, valahol alkudjunk meg így középúton. Mondom, van rá 6 guriga, 600 misi. Na várjál, hát akkor számolok egy barátra. Akkor határozd meg te. Jaja, hogy abban neked mi fér bele. Nézzek, lássuk, hogy jól számolok. Tesó, te rosszul láttad, mert 5 darab Tech9 van, 1, 2, 3, 4, 5 darab mikrózi. Rosszul láttad. Bocs, akkor 5 Tech9 mikrózi. Akkor számolok, barát, járom. 700 lesz az izé, az uzi, megfelel? Aha, jó, tökéletes. Igen, azokat mindjárt aztán kiszeditek. Akkor mondom, a Tech9 az... 150 a Tech9. Az 350. 30-ban számoltam darabját, szerintem az azért korrekt, nem? Nagyon korrekt. Ilyen végkiszórás van nálam, mert nem használom amúgy se. Az AK-k azok kellnek, van 1, 2, 3, 4 darab kis AK. Hát, ja, de arra is valami nyomottabbat kéne kitalálni. Jó, van, mondom. Az is egy 40-esben megfelel. Ja, az úgy jó. Az, mondom, az 160, azt hiszem. Ja, 160. Úgyhogy eddig összeadom. Az 5-10, hogyha minden igaz. 510. És akkor azon kívül igazából van egy darab Thompsonom, meg van egy... Nem, van 3 Thompsonom van még. Ez mit szóltok, úgy rádobom a 600-ig. Jó. Megfelel? Nektek? Na, szerintem egy persze jó, ha neki jó. Nekem jó. Annyi, hogy akkor valaki kiutalja nekem itt a izét, tableten? Vagy utaljam ki magamnak? Hát kiutalom én, hát. Hát ja. Igazából tesó, elmegy bankba, most ott is fizethetsz. Mármint banknál utaltatod ki, érted? Legyen úgy, jó. Ja, hát akkor tesó, ha nem haragszol, akkor először elkezdjük kipakolni. Jó van, pakoljátok ki, fizetek, annyi, hogy akkor a satik maradnak bent, meg az egy 5-7, a többi jó. Meg minden mehet. Jó. Lehet, hogy most le lehetne hívni a szóval többieket, és akkor egy körből hát, felvisszük. Nyugodtan jönnek le. Szólok nekik. Nem határoz igazából. Mondjad, hogy kettő ember maradjon fenn. Muzika. Egy Thompson. Nem félel nálam. Srácok, haló. Köves vinyó, már egyből megy. Jöhet mindenki, kettő ember maradjon fent, léci. Egy a faszra, mi? Fent. Min fent? Hol? Itt. Maradjon itt kint, kettő ember. Többi mindenki le. Többiek? Cigányok, irány befele. Milyen le? Oda a házba, tesó! Ki menjen be a házba, aki akar magának kurót. Cigányok, befele a házba. 14. Jó, vinyó, vigyeltek a Mazsi, maradna, úgyse figyelj. Ilyen 10-valamennyit ki tudok neked lopni egy házba kell. Mazsola. Ha, azt megköszönném, vagy megfizetném. Itt maradsz akkor a Makival fent. Alad mindent, lakjunk a takocitba? Jó, Gabez, gyere le akkor. Massi. Akkor az állat. Alad, Massi? Igen. Masszitba lakjunk, egy kociba legyen minden. Enyémbe persze, simán. Adom itt az egy. Na, mindent akkor a Massi-éjébe lakunk. Elosztáson, igen. Három, mindjárt veszem ki akkor. Vizitek a káposzta? Kellek még ide, tesi, mert akkor megvárlak kint, vigyázok a többiekre. Jó, van, vigyázz a tesi, akkor forrom ki.
Megyek ki, itt már az most már fér, megy. Itt van, bent. Jó, hát. Várjon, már zsebem töltödik. Geci. Na jó, adok még egyet. Tessék, maga ismert, mert itt már nagyobbak vannak. Következő, adom mindjárt oda is. Oda is átadtam, szerintem maga ismert. Nincsen sok. Mit a libák úgy álltak? Ja, adok neked is. Kajaosztásnál, ligetem. Azt mondom, kajaosztás. Kunát! Hoztam már, remélem. Állod, már nem fér el. Oké. Okay. Akkor megyek. Még a hölgy is ide jár, csak akkor mindjárt vége. Én is mehetek? Ja, még egy darab lesz az. Valami hajszárítót adjál neki, azt hagyj menjen útjára. Igen, bazd meg egy... Hopp, köszönöm szépen! Nem hoztam, mert már... Nem neked akartam venni. A vakvezet világtalan BT-nek, nyitott a kapu, így gyereke. Beraktam tesó egy tekket, meg egy... izé volt, AK vagy mi a tököm. Teljesen jó tesó. Elvileg kipakolták, meg vannak. Herbál, akkor pakolj csak be szépen, ne forogjál itt nekem, jobbra balra. Úgy gondoltam, hogy... Igaz, nagyon szép egy ver, ezt nem vehetem meg? Nem, beszólt bele, ez megy a közösbe. Jó, jó, neked jó. Van fegyód. Nekünk már nem adtak, elfogyott. Teljesen. De beférnek a bukkanerekbe minden? Hm? Teljesen. Itt van benne. Csak hát Herbál, mint fogyaték, elég nehezen tudja most éppen sikkaszt. Ide kell berakni? Igen. Bocsánat. Nem volna, akkor hozok egy nyelven. A hangszóróra. Te tankúrós vagyok! Uk! Jó, Herbál, akkor add át nekem. Csak rakd bele te! Kocsit zárd le, tesó. Itt leszek sokáig, mert... Hát, kaptál egy Tomzont. Köszönöm, nem tudom, kiadtad a nagyon jó vagy. Csapd át ide. Az a baj, kancsik az emberek, vagy én nem tudom. Vagy baszd bele inkább oda a csomagtartóba, hát ha neked sikerül. És nem vagy éttermi fogyatékos. Ah, mi van? Neked sem megy, pudva! Neked vigyázz már! Megy. Tele van a csomi geci, az. Akkor jó, akkor pudvás, akkor maradjon. Maradjon nálad. Jó, akkor tele a csomi. A kozsa. Másik kettő, Akmedéba vagy. Tudom. Beláthat az embereknél is. Vagyis Vinyónál nem, mert szokott zuhanni, inkább Zsaki, akkor vedd már át inkább te. Átadom Akmednek, hogy berakom a kocsit. Hol van a barátunk? Még. Jaj, jövünk. Köszi. Megnyit még ezt is. Jaj, várj, ez nem fér. Nem. Add ide akkor. Nem. De várj, nem jön, mert egy kocsival megyünk. Dobjátok be a combiba, ott az enyém. Az is akkor ott a kocsi. Kétbe, jaj. Tudom megnyitni, hát kinyitni. Az egyik kókát elvinni, azt is kifizetem én majd akkor neked. Jó, oké, intézzük. Figyelj, tesó, annyi a lényeg, hogy nem lenne gond, hogyha te követnél minket, akkor most izé lecsapjuk a izét, tudod először a fegyókat, utána meg megyünk a bankhoz, jó? Jó, tesó, követlek. Jó, ez a király. Na, srácok, akkor először haza. Nem kell fosni, mert a barátom már volt nálunk, nem egyszer, nem kétszer. Biztiev. Köszönöm, Erzsikét megütötték, láttad? Ki? Tak a seggére. Szereti? Itt. Reti, mert szegénynek már ilyen lityós bugyia van. Ilyen literes bugyogó? Vinyó, vagy mi? Most tényleg tartsuk be a konvoj gyereket, mert amúgy az nem játék. Nagy összegben van nálunk fegyó. Nyitek csak nyugodtan. Miért kell sietni, tesó? Hát... Srácok, nem hiszem, hogy járt a konvojba. De jó, ha számolod a teknőseidet, akkor... Nem, na, csak kiraktam az ételosztásos képet, gyorsan így zsebbe fotóztam egyet. Ne vegyétek észre.
Ugye hát mentünk mi itt konvojba, azon nincsen baj, ezzel van a baj, hogy akkor is ugyanígy mentünk, és nem fejlődtünk sose. Klassz, klassz. De ahogy most elég jók vagyunk a tegnapihoz képest, még nem lett semmi kocsitékás. Hát a miénk mindjárt, nyugi. Jó van, Bözsike bírja. Bözsi a neve? Erzsi? Bözsi, néha összekeverem. Bözsi, Erzsi az egy. Hát a már, ja igen. Persze, hát ez a Böce neve az Erzsinek. Tudom, hogy sajnos még... meg ilyen izé vagyok. Mi? Gyerkőc. Gyerkőc, igen. Nem baj, nekem teljesen mindegy végül is, hogy hívják, a lényeg, hogy hű társam szolgál. Ennyi. Le van rúgva, de azzal nincsen baj. Még megy, az a lényeg. Persze, persze. Na srácok, és akkor ki a soti? Hogy hogy van? Nem lesz, enyém lesz te, Lezói. Csomagtartóba bele tudjuk baszni? Te gyere, itt vagyok a bank, ezért a boltnál. Boltnál? Ja, látlak. Mi? Assalamu alaikum, alaikum, assalamu alaikum. Assalamu alaikum, hola, hola, konnichiwa. Nagyon szeretlek, Budva. Kancsi, te vúzt vagyok. Hogy van az a videó, de erre nem tudom, amikor köszönnek én izé külföldi nyelveken, szóval. Én nem tudom. TikTokon ez egy nagy hype. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Buenos dias. Vegyetek ki srácok fegyvert, és akkor mutatom, hova visszük. Jó. Gányok, támadjatok! Yes! Én nem veszek ki senkit. Mi Herbállal feszítünk. Ennyi, mi itt védjük. Pók a lucernásba. Dolgozzanak a nők, úgyis. A nők a konyhába valóak, mi? Hát, irány befele. Irány befele. Vinyó. Ja, csináld meg a babunyást. Karácsonyi vagy bacsit csináld. Nyitva van, tesó, oda vezéled őket majd a tárolóhoz, én meg közben akkor üzé. Jó, fasza, fasza. És a tesó. Elem át, és nem lesz nyitva a szép. Jaj, bocsánat, kinyitom akkor, hogyha odaengedsz. Jogos. Nyitva is van. Hát, oké. Okay. Itt a szeklénybe is vannak fegyvere. Hát ez a kibaszott Crips ház. Még jó, hogy a falban nincs. Akkor raktam a páncélba ugye kettő mikrouzit, vagy hármat, meg kettő Tech-9. Jó, én meg csak most járok itt elsőnek, hiába mondom. Én is. Bocsánat, várjál, jaj. Én sem voltam itt. Be akartam lakni, csak van még elég néha, én is szégyállok. Elelakom. Mi van, hallod? Prostata kinyomásom voltál, vagy mit csináltam? Kocsiban álltok, hol van elvileg? Hol? Milyen hal? Igen, igen. Az hol az enyém, hal? Nem? Én ott hagytam. Ott az az enyém. Jaj, bocsánat. Most miért kell bántani mindig? Bocs, nem tudom kinyitni a csomagtartót. Kibaszott mosógép vagyok. Nem tudom kinyitni a csomagtartót, az a baj. Tiédben már, nincs semmi, csak jó, hal. Jó, oké. Az jó. Kivehetem? Na, te nem teknős, mit lopkoz, te csöv? Valakinek a kocsijában van, még tudsz most. Nem tisztellek. Mert akkor az csapja fel. Ne bántsad a nőket, jó? Elég lesz. Ne fegy, ne. Hol a putba, geci? Menekülj, te kutya! Na, készen is vagyunk, bátya, hogyha jó, minden igaz, már csak lecsukom a kecót, aztán is, hogy jövök is, jó. Itt meg bolondom, hol van a putba? Vigyó, hol van a kocsit, amiben benne vannak a cuccaim, amit vettem. Ezt lerakom ide, és esetleg elviszi a tornád, akkor el tudjuk belőle minden, mi? Nem. Azt megcsináltam. Nem fog eltűnni. Várjál, még van nálam két fegyverem, csak most tudtam kinyitni ezt a szart. Akkor oké. Nem, nekem is eltűnt egy csomó fegyver. Az klassz. És azóta mindig csinálok, bármit veszek elő. Hallod? Nem baj, így könnyebb lesz belemászni. Kezd, Zsaki, Mizu. Sammy. Meg vagy? Jó.
Simba. Hola, hola. Biztél. Nyomom neki. Lehet feledékeny vagyok, de legalább hülye is. Nem baj, segítek. Leszek hülye. Kurva. Bütyed az a hang? Másban. Áno? Rossz Rocky Balboa. Te kit? Itt izé. Miért bunyolsznak, geci? Nem tudom. Megcsalsz, vinyon, jó. Álljál már le, pudvás, geci, mit kell veszekedni? Tényleg, állj le. Eszekszik, te gyászko porsó. Én így vagy, te kurva. Értem én, hogy az egér méretekre buksz, de hogy még cincin lovagban is. Inkább üljél be a kocsiba, aztán menjél. Gyere, gyere, tesó. Akkor mit krájol a köcsög? Ez. Most ti így vagy mi? Hogy velem vagy? De nem velem, hogy is én fuvarozlak. Hát, az én kocsimmal. Igen. Nem mindig ezt csinálja, hisz tízek össze-vissza megint. Na mindig hagyjuk. Buziskodik. Lényegtelen. Mi? Buziskodik. Nem baj, legalább kiszívom a vérét. Helyes. Én is azt szoktam. Ez micsoda? Ja, az jó az menj már! Két keré... Ja. Ura menő. Na, és... De ez aki tud segíteni. És most még azért vissza kell adnom valakinek 200 milliót. Ilyen üzletelések van. Pudvás, mit keresel itt? Dezorek, várnak téged itt. Jövök, csak a srácokat is hívtam, hogy okay. Kellett pénzt. Oké. Okay. Ezt már ráköptem, beleülhetsz. Jó, nagyon. Kellett még lóvé valamiért, jöjjön a bankba. Tetszik, nagyon tetszik, ez a beleülés. Hát te ja, tudnád, hogy mit engedett meg most a Vinyó? Hú-hú. Hát sok mindent megenged magán, az a baj, azért néz ki, mint egy proli, de legalább. Akinek kellett a 35 Dado. Millió, jöjjön be! Dado, a bankba menjél. Gondolj már le kicsit. Babám, csak osztom mindenkinek a pénzt. Dano, kék a... Kabazuljátok el azért, hogy 10 órakor tárgyalás. És mit csináltál? Most már ott kéne lennünk. Fotót csináltál rólam, Andorétto? Kell ezt tárgyalást. Kell most golfozok, sziasztok. Úristen, touchdown. Szövisen kell. Láttam egy fotót, köszönöm. Én is szeretlek téged. Megmutatom a véleményemet. Szépen, én is. I like it. Gyere, harcolj velem, gyere. Komenzi hirtelen. Na. McGregor, come on fight. Be kell indítani a régi csotrogányt. Na gyere, csöves. Fel a kezed. Na, még egy picit. Szép a fal. Gyerekek, akkor zsalpinkek. Aj. Ez a far, ez mindent visz. Ja, jó van, de akkor siess. Kiműtötték a szekcontom. Azért vagy ilyen beesett. Visszamaradott. Visszamaradott. Hát ő kocsiba szállt. Olyan vagy Zsaki, mint akit megrendeltek és nem érkezett meg. Nem, pedig megrendeltek elég rendesen, azért szántitok. Irány szunak. Adom, hogy megy. Nagy forma. Na. Meg van az a vicces futás, az van a másik kedvencem. Az emberevő vagy mi az? Idegen, de majdnem idegen. Igen. Jó van, na. Emberevő. Most tudtam, mik vannak. Az a mercis is követ minket, nem? Ezt is láttam már egy pár szorja. Mehetünk. Kete volt? Aha. Igen. Ki minket követ, hát... Utatóak vagyunk. Nem
Megyek, megyek. Jézusom, mennyien vannak? Ja, vannak egy páron. Mi meg Cseves izé munkása utakkal megérkezünk 8-al, azt 8-al szállunk ki. Nem semmi. Hanyagoltak, mint a izé. Az. Nyitod. Meg úgy nem láttalak. Jó. A szarab. Na sziasztok, hát. Sziasztok! 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 Jó napot! Jó napot! Jó estét! Jó estét! Megvárjuk még a maradék fogyatékost is, aki nem tud beparkolni. Nem érzé! Ipar a tüzes lág is! Pistikém, amíg én elszívok egy 100 cigit, akkor dumálnál egy kicsit a mai napról, létszik? Persze! Tudod, amit többiek mondtak, király vagy tesó. Gyors, elszívok itt egy 100 cigit. Oké. Gyere, adok egy Marlboro-t. Tényleg vagy szídva, csak mondom. Na srácok, itt vagytok akkor? Jaj, na figyelő. Na, azért gyűltünk ma itt össze. Két egybe gyűltet összeadjunk. Amúgy azért, mert nagyon fikáznak minket most a jökusok, és szeretnénk valamit tenni, de normális keretek közt. Úgy azért tudják, hogy létezünk, nem csak hülyeskedünk meg ilyenek. És igazából ezért vagyunk most itt így együtt, hogy valamit ki tudjunk találni. Például ők támadtak meg titeket. Hát mondjuk, ja. Volt egy olyan esetünk is a mai nap, jelezte nekünk az egyik tagunk, aki kórházban van, hogy megtámadtak a házánál is. Arcon lőtték, vagy valami ilyesmi volt. És ezeket az eseteket szeretnénk úgymond elkerülni. De nem az ilyen lövöldözéses fasságban, hanem tényleg így emberi módon. Hogy azért tiszteljük már egymást. A legfontosabb, hogy az arabot is elvitték, és váltságdíjat kértek tőle. Nem tudom, hogy vittek. Hát. Amit nyilván nem hagytunk annyival. Vittek engem szehova. Megbosszultuk. Erre kéne kitalálni. Ez nem egy lémálmod volt, Szaje? De, rájöttem. Igen. Látjátok, ilyen lémálma van, már ennyi lefér. Félek, hogy elveszítelek. Aztán igen, sajnos nem próbálnak tudom. Itt terrorizálni minket. De azért mi próbálunk még mindig ember maradni és normálisan elintézni ezt. Mit szóltak? Benne vagytok? Segítettek? Szóval mi mindenben segítünk, amiben tudunk. Azért vagyunk. Hozzuk mindig a pacakot. Intézem, bár tudom. Bár nem hiszem, hogy a szép szóból érteni fogna. Próbáljuk meg azért. Lehet egy 90-esből jobban érteni. Itt vagyok, bocsánat. Nagyszerű. Amúgy lenne egy tervem, srácok. Én ezt a kékeknek már vázoltam, de kíváncsi vagyok, hogy ti mit szóltok. Ebben mi azokkal a buzikkal viszonylag jó viszonyt ápoltunk, úgymond üzleti kapcsolatot. Most ezt kihasználván szerintem össze tudnánk hozni egy megbeszélést velük. Annyi lenne, hogy kamp csak a kékek jelennek meg. És hát akkor utána gondolhatjátok a többit, arról lenne szó, ti is jöttök, srácok, felveszitek a bizonyos pozit, ezt nyilván majd privátban megbeszéljük, és aztán utána egy kicsit más hangvételű beszélgetés kezdünk velük, mint az elején. Mit szóltok hozzá? Tökéletes. A pontos napot még nem tudom, hogy mikor kéne. Igazság szerint, amikor ti is a legtöbben vagytok, mi is, meg ugye mindenki. Tehát valami olyan időpontot kéne kitűzni. De hogyha benne vagytok, akkor mi elkezdjük a kamu diplomáciai tárgyalásokat velük, aztán akkor valahogy kicsalogatjuk őket, aztán beszélgetünk egy jót. Ez így akkor mindenkinek megfelel? Részünkről aki? Persze. Tökéletes. Fasza. Mert értitek, hogyha nem lehet szép szóval megoldani, akkor muszáj elővennem nekem is a pisztolyt. És akkor egy kicsit bírdúr kandúr. Most is örülünk a fájuknak azért. Nem rossz. Sőnek. Baj is folyamatosan azt hallottam, hogy a srácok már a faszaki van,
elrabolgatják őket, úgy beszélnek velük, mint a kutyával, ja, hogy a segédből rántották volna ki őket. Bocsánat, így tovább, így tovább. Belepofázok. Azt a hírt is megkaptam, tesó, hogy mint főnök, vigyázzon a seggére, mert baja lehet. Nekem mondták. Na, parancsolj. Hogy még egyszer? Zába, oda hát, jöttek hozzába, bejöttünk utom. Igen. Ki? Mellettem hát, a kocsi, és hát, azt mondták, tudom, fekete hogy a főnökeink, igen, főnökeink vigyázzanak magukra. Igen, mert lesznek kapva, vagy valami ilyesmit mondták. Mondtam, hogy szép, lehet, szokjatok le. Nagyon menő, nagyon menő. Hát jó, hát fenyegessenek. Az a baj, hogy az a kutya, amelyik ugat, az nem harab, de ezt nagyon jól ismeritek szerintem. Ott a sötétített ablak mögé mondta. Amögé el tudod bújni. De hogyha már csak ennyien vagyunk, mint most itt, ahányan összegyűjtünk, akkor már szerintem egy olyan erőt tudunk képviselni, ami simán teli bassza őket. Szóval nem hiszem, hogy ezzel lenne gond a későbbi a folyamán. Meg most érted, én is nagyon-nagyon tudok ugatni messziről, tudod. Csak hát én nem szoktam ilyen feleslegesnek tartani, inkább szemtől szembe. De ebből látszik, hogy nincsen faszuk, így tudnak csak érvényesülni. Ha egy négyet-ötöt leszúrok közülük bármikor. Ennyi. Na mindegy, srácok, ennyi lett volna igazság szerint így a téma, amiért köszönjük szépen, hogy ide fáradtatok. Felesleges ezt tovább húzni. Én azt gondolom, hogy nem csak minket baszogatnak, hanem titeket is, ahogy értesültem róla. Szóval úgy gondolom, közös a cél. De kicsodák főnök, akik basztassák mindenket itt? Hát. A rossz bőre kérdezett, mondj valamit. Mit keres itt egy Benizes szerelő amúgy? Bátya, ő az én sofőrübe. Biztos jó, hogy ezt hallotta egyébként? Csükettébe az ember. Hát jó van. Ez a Benizes. Ez azért egy furcsa dolog volt, srácok. Ez a Benizes. Hát csátok, én kezeskedek róla. Az a lényeg, akkor számíthatunk így egymásra, hogyha egy komolyabb akciót szeretnénk. Csájjál már megint be vagy lázasodva, mi van veled? Gyere vissza, halló! Nyugi! Vére! Te is tedd le azt a bizét, nincs semmi értelme. Jaj, várja, mit feszül nekem az a csaj? Erre megy ide belőle be, akkor lehet, hogy kupán verdek. Nyugi, srácok, nyugi, együtt vagyunk. Oké. Okay. Hát de értitek, én se hozom ide a takarítónőt komolyabb megbeszélésekre, ez mondjuk furcsa volt. Ez nem azért, de most egy ilyet megengedtek magatoknak, hogy idehoztok valami illetéktelen jelentéktelen. Magára nem illetéktelen szerint. Mert hát, bízzatok bennük, nem annyira kívülálló, mint gondoljátok. Szerelget másodállásba a Benizbe, azt nekem az elég kívülálló, ne haragudj. Hoppácska. Hoppá. Süt egy picit. Őszintén, hogy az nekem se szimpatikus most itt, de mindegy. Hát annyira nem. Oké, hát hogyha ti így gondoljátok, akkor... Neked, Maci. Jó van. Oké, és mindegy. Jó, srácok, hát igazság szerint nektek is gondolom ugyanaz a véleményetek, mint nekünk, kár ezt tovább húzni. Basszuk meg a szájukat. Jó, rendben. Most értitek, nem, hogy már az legyen, hogy még emlékszem rá, még nagyon régen, volt egy krómos brigád, tehát azokat nem így hívták, hogy jacuzzi, vagy hogy a faszomba hívják ezeket. Na azok zoradnak voltak, ezeknek csak ugatnak, vágod, meg egy-kettőig tud lőni, az csá. Nem hiszem, hogy olyan nagy kalamajkába baszódnánk, hogyha kikezdenénk velük. A hárman vagy négyen megbaszunk tőlük tizet, szóval. Nem egy nagy kihívás. Na jó, is leakrítottuk őket. Honnálatok voltak. Szétszedtük őket, akkor betámadtak titeket. Ja, azt hallottam, és nagyon szépen köszönöm, srácok, hogy egyből jöttetek segíteni, és kiálltatok mellettünk, ez oda-vissza játszik. Hallottam, tényleg kösz. Jól esik. Köszönjük, én voltam ott. Dezu. Csak hát köszönöm, hogy már én voltam ott, aki ott egyedül maradtam, ja. Álltam be egy golóval, úgyhogy köszi szépen. Ennyi. Bármikor. Na jó van, srácok, akkor köszönjük szépen, hogy meghallgattatok, és akkor hamarosan találkozunk, és akkor megszervezzük ezt az akciót. De viszont az se baj, hogyha tudtok egy pár infót addig is szerezni róla, hogy mennyien lehetnek, kik lehetnek, mennyire tudnak okoskodni, hogy akkor ezt úgy kifilózzuk, hogy milyen terv legyen.
támadnak a buták, mint a föld. Nagyon. Be kell való feladat. Én megszerzem, megmutassátok, hogy hogy néznek ki, megszerzek róluk minden infót. Na hát ezt majd a fehéregére le, domcsúzod, ő vágja. És akkor így összehozzuk majd, mikor talizunk. Fúlos, fúlos, fúlos. Meg vagyunk, Gori. Menjünk, menjünk. Jó van, köszi srácok, akkor még egyszer, és akkor hamarosan találkozunk. További szép estét. Köszönöm, szép estét. Sziasztok. Sziasztok. Hol a kocsim? Ja, ott. Hát már nem rossz volt, beszartál. Fásztál? Hogy ki jött az aranyelem? Na bassz meg. Itt vagy? Itt van az egyik ajtó. Nem ül át onnan? A tetőre. Hát akkor majd valami becsapom. Suttogok. Információm, nem akartam meg kellett mondani. Az van, hogy a jakuzzások kevesen vannak. De az Assassin meg a Peaky Blind által sokan vannak. Magyarul három szervezet. Ha akartok tárgyalni, vagy akarunk velük tárgyalni, három szervezettel fogunk tárgyalni. Magyarul nem csak a jakuzza fog ott állni. Ezt az információt már megkaptam és megszereztem. Itt a városon belül? Városban. Van is róla a videód? Nincs. Jó. De az, aki mondtam, az éppensége az, akinek neki állt. Igen, gondoltam. Hát tudom ki ő. Na. Azért mondom. Jó. Azért van a kezeim között, mert akar majd csatlakozni. Hát tudom, ha említetted. Na, nem fogom itt mindenkinek előtt mondani, érted? Persze, csak hát tudod, ilyenkor nekik ez másképp jön le. Persze, hát ez egyértelmű, vártam is, hogy most mikor szúrja ki. Ja. A legértelmesebb egyébként mindközben, aki kiszúrta és felhozta. Ja. Azért mondom, hogy három szervezettel fogunk találkozni, amikor tárgyalni akartok, vagy beszélgetni akartok belül. De ez fix, hogy három ember lesz? Hát nem három ember, hanem három szervezet lesz. Na, de hogy három szervezettel fogunk talizni? Így van, a Jakku, az Assassin és a Peaky. Klassz. Akkor szervezd össze a brigádodat te is, mert lesznek egy páran. Hát minimum 15-16-a lesz. Jó. Kb. Jó, hát említem KG-nek, jó, és akkor... Majd, igen, meg a izének majd akár nekik kettők, azt most meg nekik azt az volt, jó? Jó. Beszélünk. Csak. Na, halé. Jaj, a sin. Itt vesz szara. Szarra. Biztos, hogy fog nektek adni. Van ott golyó és minden. Maci, lehet, hogy lesz a legjobb, hallod? Mi lesz a legjobb? Átutalok neked. Bocsi, átutalok neked izőt. Bocsi. Ezt előrejelzem, meg meg fogom írni egy lídernek, hogy kinek adtam. Király vagy. Ezt elintézette? Mert akkor én odadok neked 400 milliót, annyival beszállok ide a grúpos kasszába, és akkor akinek kell fegyver, annak akkor intézd el, légy. És akkor írd össze, hogy kinek lett fegyver adva. Gyere, egyelőre még jók vagyunk, így fegyverügyileg azt néztem. Most egy időre teljesen jók vagyunk, inkább még gyűjtögessük, nyomassuk a frakikasszát, tényleg a rablásokat... Akkor dobjátok oda bele, Maci, nekem mindegy, csak akarok szállni, hogy legyünk frixek.
Jó, jó tesó, köszi a felajánlást. Na figyelj, azért váltuk meg a Pistit, mert a Pisti adott nekem egy fülest, hogy a Mazsinak viszont van egy nagyon jó kapcsolata. Ami számunkra most érdekes lehet. Mazsi, erről tudnál mesélni a többieknek is? Hát van nekem egy nagyon jó besugóm itt a városba. Információkat szolgáltat nekem csekélyebb összegekért. Hozok vele egy találkozót leszervezni, aztán megtudhatjuk a frekvenciáját a jakusoknak és társaiknak. Hát a többi hasznos információk is róluk. Ez király, király. Ez az informátor, ez már le lett tesztelve, hogy jó információkat ad, vagy? Mondjuk úgy, hogy közülük való. Aha, aha, ez jó. És pénzért bármit megtesz. Hát ez akkor egy igazi kurva, ezt már szeretem. Jó, hát Mazsi, valamelyik nap, vagy akár holnap is, hogyha ráér, beizzíthatnál vele. Nem tudom, csak betegség miatt nem nagyon van most ébren, ja. Aztán... Te vagyok az, jó. Szólok, ahogy sikerül. Mert figyelj, nekünk már az is elég, hogyha kajak átdobják a napi frekit, érted? És akkor azt kifizetjük szívesen. Ezeket rendezem én, az anyagiak. Nagyon király, nagyon király, nagyon fasza. Viszont srácok, hogyha már ilyen szép számba vagyunk, mit szólnátok, hogyha bombaszformaszba feltörnénk valamit? Nekem tök mindegy, amihez kedvetek van. Csak legyen egy kis action, nem? Ma már kocsikáztunk. Mindenben benne vagyunk. Ma már mindent is csináltunk. Kereskedtünk egy kicsit. Mihez lenne kedvetek? Szóval valami nagyobbat húzzunk. Én is arra gondolok. Hát egy ötletem? Egy very biget, nem? Ha mindenki szólj. Persze, nyugodtan mondjad. Mi a helyzet itt a gyémántbóta? A ékszerre gondoltam én is. Uh-huh. Ékszer, gyerekek, az a baj, hogy az kevés. Olyan hamar kipakoljuk, és amúgy tényleg lófasz nem van. De amúgy van egy szomó ékszer otthon a szekrényemben, azok a mit kell csinálni? Le kell adni Gusztinak. Van egy zsidó, annak oda kell dobni, az felbecsüli az értékét, te meg megkapod. Ha? Akkor KP-t ad érte? Ja. Ilyen koszosat. Ja, jelöletlen bankjegyet, de hát ezt pillanatokon belül kimossuk, érted? Vagy csak amit akartok most durrantani? Ja. Hát én megmondom, szívem szerint én egyébként rádúrandék egy bankra, de az biztos, hogy geci sok idő lenne. És gondolom azért ennyi idő nem áll rendelkezésére senkinek. Itt maradok. És? Vagyunk, persze, hogy ne. És? Én akár még azt is beadnám, tényleg. És akkor jó, Roger, meg is nézhetnénk, mert csak Roger az Ezoreknek kibaszott voltunk. Jó tárgyalókája van, szóval lehetne az Ezorek a tárgyaló. Elnézést, van egy ilyen. Jézus Mári, hát persze, simán. Roger Szent, ott még szosza voltunk. Hát ezért mondom. Ott az a baj, hogy a riasztó az nagyon kemény tesó. Mármint? Hát ugye ott föl kell törjed a riasztó rendszert. És az... nagyon könnyű elbaszni. Te mit akarsz csinálni? Akkor egyből jön. Persze, Rogers, hogy ott még szosza voltunk. Rogers, ez kell nekünk a pandás, mert a pandás az... Ról nem lehet betámadni. A pandás az pillanatokon belül megcsinálja, csak ő most nincs a városba, tudod. Vagy most valakit mond valamit. De hogyha nagyon szeretnétek, akkor a fehéregér az ebbe. Ezt kitanultuk keményen. Ja. Na, akkor én adom azt is, mert csak azért mondom, Massi, hogy azt még tényleg nem voltunk ott, hogy a milyen... Hogyha is úgy hogy kijönnek, gondolom, az aluk. De hát ugye... Ott tízé kell, ott, hogyha jól tudom, akkor vasat lehet sokat lopni, ugye? Hogy igen, igen, igen. És akkor ugye fegyvert. Így testhez álló vasasok. Rá igen. Amúgy akkor ennyi erővel a Rogersre is az elkövetkezendő pár napban, és akkor csinálhatnánk SMS-eket, kurva sok SMS-t. Most oké, okay, hogy pina, punci, pisztoly, meg minden, de attól függetlenül a kinyéri az embert. Olcsó, de... így van, és az a koki se kérdez. Így van. Olcsó kis szar, és megmondom őszintén, azt most így a... akiket frissen veszünk fel ide, szívesebben adok nekik egyébként egy SNS, mint sem egy uzit, vagy bármi hasonlót. Egy kis szálkát, ja. Persze. Na, intézem akkor a fehér egért, csak nekem van egy tudod intézni, tesó? Persze. Van egy csomó alkatrészem. Rendben, meg az egérkének is van egy csomó alkatrészem. Szóval lenne, azt össze lehetne durlankatni belőle. És van egy kettő, bedobom én is a közösbe, hogyha úgy van. Hát nem nekem, az egyik nekem csak 150. Telefonálok addig egy pillanat. Jó van, tesó, nyomassad. Fegyvernek. Jó. Aki tud, az
Ide, 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 persze. Esetleg van egy fölösleges SNS pisztolya, mert... Gyere velem, akkor az három... Srácok, akkor mindenki cseréljen egy gyors négyszemélyes autóra, és akkor Tali megint. Kétszemélyes van, ha nem baj. Gyere, gyere, dobjál. Mit csinálsz? Pusi, pusi, pusi. Ja, jó van, jó éjszakát, tesi. Jó ét. Jó ét, everybody, everybody, jó ét. Fő. Téged eldobni? Ha lefoglaltak, nem? Jó, oda megyek akkor. Szia, futvás! Valami van, már úgy ül itt, mint aki meg van fagyva. Cigarettázik, nem látnád. Budvász. Budvász. Budvász az most alszik. Ja. Halló, rádió. Kő. Jó. Most megyünk kukkandúrozni, gyere gyorsan, HQ gyors autó. Készülnök. Ha, hova lettél? Vagyok egy zénál. Halló. Halló, Vinyó, Vinyó. Vinyó. Mi? Hova lettél? Még kéne neked? Ez baj. Zakaszok ki. Fölöm az SNS-é, az merre teleportálod a kocsimból? Tűnik, ha lefoglaltakból veszed ki. Meg a publikból rakod akkor is. Csik elszadtál. Szia, itt vagy. És már igen. Gyere a publikba, cserélünk autót. Megvárnak itt. Jó, oké, jövök akkor mindjárt. Ideje volt, szia! Kirédzseltem önmagamon. Mit csináltál? Vakon vagyok megint. Itt mondom neked, hogy nem rugok be a piától, hogy megértsd értelmesen. Erre ott mit mondok? Hámam, hagyjuk is. Álmodok össze-vissza minden fasság. Mert akkor ott van az Ahmed, akkor mindenkinek hallania kell, meg nem tudom. Amikor meg értelmeset mondok, az mindig csak egy ember hallja. Nyugi, majd közzé teszem. Rakd le az autód. Gyere, menjünk. Persze, persze. Rakd le az autód, gyere. Ki tudok menni? A száj ki. Nem tudok átcsúszni, de. Itt vagyok, csak az a baj, hogy kiestem az autódból, és ugye kellett hívnom egy angyalkát, mert elaludtam egy pillanatra. Jó, ezért Purple mellett. Srácok, nyomjuk ugyanígy tovább, ugyanilyen szervezetten, rádió, klikkel, hogyha lehet, fontos információ. Jó, és akkor Tali mindjárt ott van. Minél hamar. Hol vagy a Purple-nél? Na, Sirocco. Itt vagyok a Purple-nek a bejáratnál. Itt vagyok, a fővejáratnál. Így gyors. Értem a házhoz, viszek neked mindent betöltve, jó? Kérdés, köszi. Tetszik, hogy ilyen kreatívan válasz az összes rendszámodat, ez már kettő. Ja, ezt így kaptam. Jó. Jövünk mindjárt. Puszi pá. Hello. Ez négy személyes. Aha. Igen. Tudok erre herki van akadva. Miért? Hát mondja, hogy őt vádolták meg azzal, és közben másik beszéget oda tesz. Jó, meg. De... Érted. Jó, de elnyerve oda visszajátszik, mert Mazsi elmondja a tesznek, a tesz meg elmondja a többieknek. És hát akkor elmondjuk Mazsi köpölt. Hát na, ugye. Az más szituáció. Na, majd erről meg később beszélgetünk. Na. Itt vagyok, igen. Király vagy, köszi tesó, mi is mindjárt. Tudjuk oldani, hogy én vagyok az egyik szatok, nem is én teremtelnek az egészen. Igen, de van amúgy vasa, izé, zárfésű.
Hát veszek, ha itt van a bótba. Rakjanak be. Van nálam, ha minden igaz a... szépbe viszek, ha van. Mindjárt van nálam a lakásomba, vagy 50 darab, úgyhogy hozott. Mennyi kell? Mennyi kell? 10-et hozzá. Hát azt majd visszaadom. De miért adnád vissza? Mert taliba ér, tudod mennyi zárfésünk? Jó, ha nem baj, hát azért jössz nekünk segíteni, hogy feltered, aztán csomi. Vágod. Jó napot, Eger bácsi. Sziasztok. Ezt megcsú... Jaj, csúszik a jég, bassza meg. A pinám, bassz meg! A vágy, a szádom! Vazsi mit kapod? Én kaptam azt, Vazsi is kapod belőle. Igen. Pinám, rám kétszer a pinkomat. Aha, akkor az volt ez a meleg. Értem. Jó. Meg is láttam egyből. Na, most sorra érsz akkor egy kicsit? Szia, fehér egér. Hello, hello. Persze, gyere, gyere. Gyere. Mit csinálsz? Mit csinálsz? Nem menj ki a kocsi alól, tesó. Tesszok, bemenjél a kocsi alá. Kocsiba gyere, tesó. Itt egy inyóc. Jó van, csak izé, fel kell mennem fegyóért. Kokocs. Itt, menj meg ki az autó alól, légy szíves. Látom, hogy a... Melyik kicsit megbaszod. Mi lett itt? Állok hozzá, hogy egy szemüveget. Egér. Jó? Meséld a Márdig LKG-nak, hogy miért állt ott ez a srác. Hogy ő is lássa, tudod. Jó napot, uram. Bele akartam napot. Mindjárt jön. Akkor most jön meg, hogy miért jött, miért volt ott a... Kelegen. Hát meg akarodzen. Hát jó, csak hogy ezt tisztán lássad. Két szem közben le akarom megbosszulni. Jó, oké, itt hagyunk csak. É, tesó, van nálad egy iszé, meg egy nagy M4. Jó nyomat, hát. Én rám a ragadban, nem tudom, mit csináljak vele, geci. 500, tesóm. Igen? Aha, nekem így volt a sokkoló, hogy rajtam volt végig. Zárfészűsz kell, meg feszítői vasszus? Igen, hozzák. Akkor jó. Nem oda tartozik. Hát dehogy nem. Hát, hogy a köpőközér. Én nem azt mondom, hogy rólunk köp nekünk, hanem... Ne szed tesó. Dehogy. Szívd az orrodba. Ó, kösz. Ez bátorítóságot ad. Úristen. Milyen? Ez Agyik hatót. Jó, ez a vinyónak az anyagja. Valaki beül mellém túszokat szerezni majd, hogyha... Az lesz. Ti neked adom az árfét? Nem, a fehér egérnek, tesó. Hallod? Csak 8-at tudtam hozni, mert 9 volt a szépen. Azt mondtad 50 darab van. Azt hittem, hogy olyan sok van, 9 darab volt, 8-at hoztam. Jó, hát megpróbáljuk, elég lesz, ha nem, akkor hozok, veszek. Jól van. De itt van valami. Hol van? Hol van az egérdik? Beszélgetett a szarába, szerintem bementek a kecóba. Jöjjük, mindent beszélgetni, most jól. Izé, 8 darab fésüke van. Jó. Elég vagy vegyek? Elég 8, ha nem mondtam elég. Akkor veszek még. Jaj! Na, ezt nem ad nekem egy kis löketet? Az más. Mást ad, uram. Az mást? Igen. Dehogy! Az energiát ad? Igen. Szám neki azt a 8 darabot. Rendben. Ennyi. De ezeket én is tudom, hát ezt nekem is elmondták. És nyakusok nincsenek sokkal. Húzzunk. A három szervezet. Zsa, gyerünk. Vagyis... Lehetünk. Valam a show, geci. Nem tudom. Figyeld, milyen szép lett a Veldám, te szó. Hú, tesz, az a tiéd? Ha így jártunk, akkor el is fognak képpelől a dolgot. Úristen. Kukatjad? Szadtam. Melyik kell? Ideje volt, tesod. Nagyon szép. Leve, hogy lopod, geci. Én! Bocsánat. Én, az enyém volt először lesz. Hát én a mostani rendszámot. Hát mit tudom? Én, na jó. Nem, már ezért mondtam, hogy mikor adtátok ezt a rendszámot rá, hogy lopott kettő. Mondtam, hogy nekem is az, hogy lopott. Amúgy nekem a Massi mondta, hogy legyen ez.
Én meg ráraktam. Pityó, ne, bele tudok menni, vagy ki bele megy? Jöhet, jöhet felem, persze. Jó napot kívánok. Belesre idő, mielőtt azt mondjuk, indulunk. Azt mondjuk, az így lenne rád. Hát igen, igen. A kurvágát. Na. Picit, Pityó. De azért élvezted, nem? De ha suttogok, ha az is tudja azokat az információkat, amit én mondtam most lent, hogy ön akkor miért nem adta át nektek? Azért, mert még nem akartuk, érted? Ja, csak én megelőztelek titeket? Nem tudom. Kellemetlen. Nem tudom, azt mondta, hogy van neki egy embere, és akkor ezt akartuk majd bevonni. Az az a tesz lesz. Nem, kérdeztem, azt mondta, hogy nem ő. Hallgatózik 1000%. Hát ez a Herbel, ez kurva. Azért mondom, hogy fix. Mert igen, vannak egy-két informátor innen, onnan becsöppen, és jók. Na hát, össze kell dobni, aztán jó lesz. Azért mondom, meg kell szervezni ezt normálisan, mert... Csak akkor sokkal annyi információt nem tudok kicsászni, mert hogy ilyen, hogy mondjam neked, hiába levágjuk az ujját, fülét, mindig elhülyeskedik, és nem tudom komolyan menni. De másról tud információt adni a Yakuza azáltal, hogy ti jóban vagytok a bratvával, meg a ennyi, hogy ti járkáltok együtt, meg estébe, de minket meg fel se osztak. Magyarul nekünk ez jó lapnak jön fel, magyarul igen. Nem tudják azt, hogy mi ugye veletek is vagyunk. Magyarul úgy vannak, hogy bratva meg ti, hát, ami hallgattuk a Yakusokat. Ezt megtudják, tudod. Itt na persze. Itt ki tudod, aztán megtudják. Jó, de érted városban, amikor hafaggattam őket, ezt mondták. Ugye meg a Latin Kings kezdtek dumálni, azt nagyjából ennyi. Meg ugye mondtam neked, hogy vannak a fehérek, arról is szedtem információt. Próbálok jó információkat gyűjteni. Azért mondom, hogy vannak emberek, meg ma várok egy olyat, hogy egy Latin Kings-es fog feljönni, azt köpni valamiről, hogy mi, merre forognak. Na. Azt hiszem a Lost MC, meg ilyesmik, ha jól tudom. Az elvileg külön tag lesz már. Azt is tudom. Azt na mi zúdik, gyerek? Vagy zavarok privát? Nem, gyere, gyere, nyugodtan. Kell lesz. Azt mondom, és nekem ezt meg a Pista mondta el tegnap. Ugye ő is oda tartozott a HKS dolgoknál. Uh-huh. És ők vették meg az egyik szerelőtelepet egyébként. Micsoda vagy micsoda? Az a lényeg, hogy a Lost MC-sek azok ugye külön csipetcsapat lesznek innentől. Tehát akkor mint a HKS az olyan, az külön válik? Így van. Hm? Na, mondjuk ezt nem vágtam. Annyi szóval mindent tudok, nem vágtam. Annyi mindent tudok, az évszakkal. De figyelj már tesó, előbb volt egy embered, aki Benis szerelőt hozott igen, oda a tárgyal. Igen, ha régi, azt négy szemköz megtalálhatjuk. Ja, hát figyelj, én hogyha te azt mondod, nekem bőven elég annyi, hogy ő jó helyen volt jó időben, akkor én nem basztatom, csak nem értettem. Megmondom őszintén, nem tudom ki volt az az embered, de én megmondtam neki, hogy ez részemre nem volt egy szimpatikus döntés, mert ugye én nem tudom, hogy került oda. Az a lényeg, nem olyan ember, aki köpte bárkinek is egyébként. Akkor jó. Na ízések, bratvások, azok már tudod, bekevégítettek ott, már egyből előjött a skuló meg minden. Hát igen, most is bészhozítővel egyben. Az tőle is. Most is beszéltek egy kicsit. Ismer azáltal, hogy nem olyanokat akik köpnek. Mondta a Pisti, hogy hogy majd ő is elmondja, hogyha arról van szó, akkor már levágtam, hogy akkor ő úgymond beavatott, és akkor nincsen trét, tudod? Csak először, amikor mondta, hogy ő egy sima Benizet szerelő, akkor azért beszartam. Hát igen. Te szerintem mi? És majd még lesz egy-két információ, megyek majd nekünk. Mennyi zárfésűt vegyünk, tesó? Elég, megvettük. Van nálad? Akkor szerintem indíthatjuk is az action, nehogy az legyen, hogy kifogyunk itt emberekből, nem? Jó, akkor nálunk a Vinyóval hárman vagyunk. Mit csinálunk? Persze, tudom. Vinyónak szar a szeme nagyon. Ja, de szólok még egy embernek, két embert elhozott húznak a szóval. Na, akkor várjál, akkor csináljuk azt, hogy akkor Vinyó berottyan hozzánk, mi előre megyünk Zsakival a Rogersbe, és akkor hárman vigyázunk a túlszokra. Az úgy jó? Felel nektek? Hát de hogyha hoz egérkét raklit, akkor nincs para, mert akkor már indíthatjuk is a Rogers-t. Vágod. De kell túsz, nem? Kettő. Kettő túsz. Csak kettő. Aha, csak kettő. Intézzük. Akkor
Akkor viszont izé, azt kéne, hogy akkor az egérke megy oda a vinyóval, nem? És akkor ők izé levágják a túszokat. És amint ott van a két túsz érkező mű is, és lehet kezdeni, nem? Vagy? De most nem vágom most ezt, hogy szeretnéd. Várjál, kicsit. Hát úgy értsd, hogy a vinyónak szar a szeme, mert elvesztette a szemüveget. Igen, azt vágom. Ő vezetni ugye nem tud. Igen. Mi akkor, hogyha ő és fehér egér előre menne a Rogersbe, amíg mi túszokat gyűjtünk. És akkor addig vinyó meg fehér egér vigyázna a túsz. Azt mondom tesó, hogy megvan a túsz. Ja? Várjál, geci, én a TV2-t néztem tesó. Ja, hát akkor zsa, akkor induljunk egyben oda, nem? Akkor menjetek a Rogershez, én meg a fehér egér visszük a két túszt. Na, akkor zsa, akkor... Hát hogy na tesó, ez prima bazd meg. Na, akkor... csak fegyverért mentem el és megvan a két túszt. Ez gyönyörű. Na, jó van, srácok. De mi, hol van ez a Rogers? Mindenki kocsiba és akkor zsa Rogers. Oké. Na, kövessed Herbel a többieket. Beülhetek hozzátok? Be. Amikor jön most a szád, mert nem tudom, hogy hova megyünk, én még fenn voltam, majd elvezet, jó? Klubba gyertek. Lanyér. Állandóan kipattam neki, bazd meg. Sajnálom is el. Itt tudok ülni, nézd meg, itt a kis párnám. Ha a GPS-be beírod, hogy Rogers, akkor ott tűzi automatikusan megmondja, hogy hol van. Ah, oké. Köszönöm. Jó, jó az így, nem várunk senkire. Na, ott leszünk nem sokára. Van nála stukoló, vagy hogy mondják? A van nálam, van. Mi van, belementél? Te? Én nem. De itt várunk, mikor érkeztek? Ha? Hello, hello. A maszk se legyen rajtatok, mert kékeknek segítünk azáltal, hogy túszók lesznek, jó? Pár perc. Leöltöztessük majd. Egy nadrág legyen rajta, aztán kész. Akkor a pucérom akkor érted olyan, mint a... érted, na. Hát csak egy nadrág. Tehát így kellemetlen 12 emberből senki se tudja törni. Igen. Akkor menj a Rogers gyárhoz. Miért? Ne, jöjjön jó. Ide, jöjjön ide, Robi. Ide. Ne menjen oda. 22. Jöjjön ide. Gelehert küldöm, Pityu oda. 22. Jó, ő az egyik, de akkor jöjjön ide. Gelehert, gyere a Striptease Clubhoz. Gyere ide. Vagy ha mehetünk a publikba is, hogy ne autóval jöjjön. Hát adok összeget, mindig kifizetlek, ha úgy van, szóval és odadom. De erről beszéltem is veled. Csátok, mit izé? Zsakival úgy döntöttünk, hogy akkor ide állunk a kapu elé, ne tudjanak már bejönni a yardok. Még egy harmadik autó, hogyha esetleg ide tudna állni, azt megköszönnénk. Adjunk. Meg ahogy jöttünk befele, elég érdekesen nyílik ez a kapu, nem biztos, hogy menekülésnél jó lenne. Kocsiba, üljél már be. Jó, főnök, a izé ja, meg az autókat, gyerekek, zárjuk be, rendőrök, hogyha kijönnek, úgyis meg tudják várni, csak el ne lopják nekünk. Ott a kukatesó. Én csak kölcsönautót kaptam. Herbál, neked életed sincs, nem hogy kölcsönautót. De én adtam nekik egy csendesen. Itt van az másik. Pityu. Így jobb. Tökéletes, igen. Ne pattogják is egér. Mármint nem kis egér, mert Herbálnak mondtam, jó napot. Meg ide fér kettő. Gyerekek, te nem veszed meg készen, jó, de nekem nem jó a szemem. De ne ilyetkezzem, hát a fehére szemüveg. Hát tört a méretben nem gyártanak. És akkor ő meg kis jó, akkor te meg menj a... Oké, te szállj be, gyere velünk. És akkor gyertek a izéhez, jó? Oké. De Zókám, te merre vagy? Zorek?
színezés. Magsak. És akkor rögtön másképp állok a dolgokhoz. Szálljatok ki, légy szíves az autóba. Te is szállj ki itten. Ó, oh, elnézést. Köszönöm. Jaj. Sánat uraim, elnézést. Akkor menjetek oda be. Rendben. Érgöm az életem, hagyja. Szölt koci isz a miénk? Vagy azt nem hát kell? Hát a túlszé volt, igen. Az életemre, tessék. Kell. Oka kocik, nem eleg? Igen, jó, jó, jó. Hallottok, srácok? Nem zálódik, meg nyitódik ez a kurva kapu. Tesó, mondjad. Nálam ja, is. Az előbb megkimentem az autónak. Meghajt a fejem, úgyhogy most indulok a... Jó, van, kiment a kapu? Tesó, aha. Mert te lesz a okay. Túlsztárgyaló, hogyha lesz jól. Neki ment a kapu? Okay. Igen, aha. Az fasza. Hát elkozta valaki, akit elhagytam ott közbe? Megyünk be? Ja, már meg vagyok, szerintem itt vagyok, már kell kaptam közben. Jó, tesó, jó fájhat a segged. Ja. Hogy ezt már ki is tölték? Persze. Mit kaphatok? Pofonkát. Kofola, kofola, kofola! Tök már belelapok a szeggedbe. Az enyémbe? Igen, be. Hát de ez csak is szép. Fajós. Pusápos. Az a pusápos. Legagyi. Meló. De legalább jól néz ki. Kíváncsi összenni. Azt nem mondtam. Mondtam igen. Hát akkor az a lényeg. Hát tudok. Meló, a szkóra sok van. Igen, testvérem. Ez a lényeg. Legalább le van. És nekem úgy sincs. Csak azt mondták, hogy éleszek a főszereplő, igen. A mer? Parkolok itt szépen elő. Szasza. Én meg úgy vagyok, hogy... Kórosokat meg kell. Ilyen nagyon sáros az úriember. Meg az a cigányány leverte a szemüvegemet. Ő, srácok, van egy kis kontakapu. Azért szemezett maga. Dupla kapu, nem tudok bemenni. Előről gyere. Akkor a kocsik vannak. Kocsik hát elé járjál, nem kell bejönni. Le kell patintani, csak zárd be. Azaz, zárd be, hogy ne azt legyen, hogy ellopják. Meg akarnak engem blokkolni. És azt nem tudod, hogy az miért van. Kurva erős a szemem, mint az állat. És mégis... Hova mész, tesó? Nézd meg, mi van ott. Hol? Hát, tudom, hát, gyere, ott... gyere, gyere, gyere. Ó, ez a szalad van, csak ódik is. Persze. Itt, tesó, gyere nyugodtan. Azt nézem, hogy izé. Nem... Ja, hogy így, oké. Okay. Barát. Nem voltam még el sose. Annyira fagy a lábam, baszki, hogy úristen. 9-em, meg egy 20-50 RTX-em. Na, úgyis ide jön a rendőr föl, és hát ide le. És akkor majd én nem, tudom, ez nem gyenge szem. És oh. Így faszom nem kérem. Nem ide fogjon, hanem ott oltott, feljöttünk most. Hoksa. Jó, és túsz, akkor onnan. Túszunk van? Van három. Az, király. Az felel, annyit beszéljünk meg, srácok, hogy akkor mik legyenek érések. Tudom, tehát ugye jobbra vagy balra akarunk menni. Hát ez jó kérdés. A KG-vel kell ezt megdumcsizni. Ti, merre vagy? Tovább, mióta ez a geci hó bent van. Azelőtt is gyere estem erre. Le, de csak így főpubliknál, sehol máshol tudod. Jaj. Itt vagy? Lehet, hogy töri.
Szerintem ebből egy olyan 150-200 szalag kijön. Nem baszom el. Ha nem passza el, ez jól igaz. Szok benne. Végeztek a izéből, kommentálítást a rendőrök. Maci, ez elmondok. Te meg szólaljál, te meg egy le alacsonyabb. Én nem attól féltem, hanem fel fog fázangedni, mert ide látom, hogy már zoknia, már átázott, bazd meg. De hogy állsz ott? Maci, van egy perced? Átbeszélni a dolgokat? Fél van. He. És? Jönnek rendőrök, menjünk, nem? Ez egy bakanc, csak papucs bakanc. Szok, menjünk, hagyjuk a helyszínt, nem? Adadasos. Érhadnád el a helyszínt, akkor még megyünk tovább. Nem értem. Mi itt, még itt. Még de szó, itt van vagy 10 darab izé. Na, menjünk tovább. Ja, én azt nem tudtam. De hagyjuk itt. Majd ő csinálja, visz ki hozzá az anyagot. Azt itt, ja, hogy ezek szerint akkor te eddig jutottál. Gyertek, menjünk innen, ne zavarjuk. Nem, én még nem törtem ilyen gyárat soha. Aha. Én mondtam. Gyertek a rép. Lévé, hogy te vagy a túlsztárgyaló, fel tudsz menni kérlek? Hogyha bármi olyan van. Ez természetesen, csak az alapdolgokat beszéljük át. Igen? Van három túlsztárgyaló. Én már csináltam, te csináltad már? Viszont nem tudom a irányokat, hogy merre szeretnénk távozni. Mondottam, beszéljük át, menjünk az ablakhoz, és akkor meg... Figyelj, tesó, én rád bízom. Én azt gondolom, hogy tenni a pontot, hogy az a célot. Viszont bennem? Lesz, van is rá lehetőség, itt most te döntesz abszolút. Jó? Ez nem enkedi. Nem enged, ez a baj, igen, én korangyalakát kell hívni. Improvizálok. Ennyi, én is azt szoktam. Általában bejön. Intézem? 30%-ban meg kórház. Darabban, gyalak, úri van. Viszont akkor viszont még kimegyek oda a kocsikhoz, körülnézek, hogy merre jó a helyzet. Jó, csámadó, szóljatok, hogyha a helyzet van. Oké, vettem. Hajrá, vasas! Jami? Nem. Ugye egyet elrontottam, és ugye három lehetőség van az ajtóknál. És ennél az elsőnél már nem is engedett, hogy elbasztom. Nem baj, tesó. Hát már ez is tök jó. Akkor ez ennyi volt, hát ez lefőtt, nem? Hát még nem. Sokan voltak körülöttem, és olyankor... Elemszor próbálhatod, csak most valami száll. Ja, hogy valami nem engedi. Akkor valakinek meg kéne próbálni a helyette, nem? Az Akpednek engedi. Na nézzük csak, kíváncsi vagyok, de köszönjük szépen, egérked, geci ügyes volt, tehát tudod, hol a faszomba törnék fel ennyi zárat 2 perc alatt? És sehol. Sőt, de elmondom neked, hogy a Crips 90%-os el. Ja, beszok, itt már is el. Szeva! Aha. Ezt tudta, hogy a szigleti barátunk. Mindjárt igen. Hm? Ugye? Kolyat szoktak csinálni az angyalok, hogy előre beraknak minket. Két ember. Ja, aha! Akkor meg végeztünk oda bent, akkor meg kiraktam. Ezt nem vágtam. Én még megmondom neked a frankul, sose voltam itt. Mármint, hogy voltam, csak nem úgy, hogy itt van a vas. Azért szerintem akkor ti maradjatok, mi meg húzzunk ki innen, ne zavarkodjunk. Ja, hogy mi? Menjünk ki? Nem, tesó, te maradj, meg akkor a Zsaki is. Ha szeretne a Vinyó is, hogyha szar a szem. De hogy ne zavarkodjunk itt, és akkor nyomjátok. Kint leszünk ott elől. Jó van, bárki, jó van. Ciao. Fullas, köszi azért. Az a baj, hogy az ajtó most? Hát most így jó, ha már ott vagyok egy ideje. Akkor gyere ki, légy szíves. Meg a kocsiba, ha gyorsan megyünk, akkor. Ja, nekem is így volt. Szóval átérzem a helyzetet. Mi lázunk itt, hogy milyen titkos rejtek helyek vannak, meg lövöldöző helyek. Meg ti sem voltatok itt? Vigyázzatok, mert a rendőrség be tud lőni az ablakon keresztül. Voltam, de akkor már ki volt pakolva, aztán mentünk is. Nem tud. X? Aha. Kába, szakleg. Nem tud belőni. Hol van akkor? Norris, csak. Menjünk el többiekhez, gyertek. Te, Vinyó, ez te vagy itt? Te poszta segge van. Nem, ez nem én vagyok. Pedig hasonlított az állam. Ilyen vékony segge. Majdnem olyan az állam, mint a tiéd. Valami palit akartam itt keresni, mondjam, az vagyok én, de hát... Csak nőkről vannak képek.
Diszkrimináció. Az. Látod azt a futóembert ott? Na, az én vagyok. Hol van itt futóember? Hát ott a kijárat, az exit járat. Ja, óóóó. Az én vagyok. Így futok. Nekem izén csinált a 2560-on felbontásom. Csokolom. Jó estét, Telekom szolgáltatás, miben segíthetünk, előfizetés vállalunk? Szeretnék váltani csomagot, amennyiben van milyen, rá lehetőség. Milyen Magenta egyet szeretne, vagy miért esetleg? Hát, az nem tudom milyen, de szép a színe, szóval ezt szeretnék, igen. Még panaszt tenni, mert ráírtam a lelkisegély szolgálat csoportra, és letiltottak. A kurva anyjukat, ezt majd átadom nekik. Nem járok én templomba, látod? Én se. Azt a feszület rám borulna, hát. A kereszt. Le tudod, a feszület. Mélytelente fiú. Amúgy meg kitaláltam. Fast and Furious style-ba toljuk, kérlek. Na. Majd feljöttek, azt mindent elmondok. Nagyon fontos, hogy mindenképpen várják meg azt, amíg beszállunk a verbába, és beindítjuk a motort. Ez fontos, mert ugye kint van az összes verba, és le van zárva. Kusam, ez egyértelmű lesz. Hát én kurvára nem zártam le. Na uraim? Jó napot. A legkomolyabb sofőr? Kurvára nem jött a rendben. Az a jó, az a jó. Egy lapszállítás van. Nem az... tudom, már nem másra is érted. Ők a túszok amúgy? Igen, ő az egyik. Jó vannak? Ők a többiek. Jó. Se jó. Enni, inni? Nem kérek. Megvan mindennek, köszi. Jó van, élezik jó magukat. Csit, srácok. Legyen kedves maga is. Na? Ennek a fehér legénynek adhatnád a telefonszámomat. Hogy én adjam meg a tiédet? Persze, nagyon szívesen nekem. Hallod? Jönnek a rendőrök. Felnyúlok a seggedbe. Akkor Fast and Furious-ba toljuk. És... csinálj! Balra. Mi az, hogy te itt fiúzol? És a pályán. Mindegy. Amúgy. Egy. Amúgy. Mi ez? Amerre csak tudjuk tekerjük szét őket, a legfontosabb, aki a legjobb sofőr. Mi fiúznék, hát te is megszokt a csücsörészi néha. Az megkapja. Na, de az én vagyok. Megkapja az uruszt. Az megkapja az uruszt. Vigyél meg, picsukám. Köszönöm. Sok mozsi. Kis dobonát. Vissza tud menni itt a csatornán. Szűjjébb. Pont a szélén rúfsz itt mögé. Tekersz egy kalikában. Az, amész lepakulsz, azt lenyúlt a mai nap. Jó, srácok? Arra figyeljünk, hogy a pályán mindenki hagyja le. Tényleg sármos. Játszatok oda-vissza, szemben. Rendes, tetszik. Itt van, uram. Úgyis el fogják baszni, ti is nagyon jól tudják. Uram. Ja, itt vagyok. Szereti, hogyha fáj. Ja, értem. Én meg a Siegfried. Ja, attól függ. Azt mondta, Pityukám, attól függ. Ettől szerinted várjál? Nekem van egy ilyen, nem? Nem, hát én szeretek tágítani. Hát ez nem elég vastag, tesó. Hol van? Kiadjuk. Ja? Fembe. Te ha üthettek, meg ütnek. Zárka hajamat, meg ilyesmi. És csúnyán beszélnek, mi? Közbe. Folytogatnak közben, ilyesmi. Ebben levettek, amúgy nekem gecire bejön amúgy. Ki te kurvába? Akkor így kutyába tépik a hajadat és mondod. Igen, és közben prasztkolnak át. Ne, azt mondtam, hogy szereti, ha csúnyán beszélnek. Mi mondtam, hogy csúnyát, azt itt. Látod milyen? Tudtam, hogy szerettem, hogy csúnyán beszéljen, te hülye. Tudtam, hogy szeretem, hogyha húzzák a hajamat. Dede hajad. És tésztel. De amúgy minden nő szereti. Hát de milyen? Az olyan jó. Kicsit folytogat értem. De ki fognak minket vinni. Jó, de itt hagytatok. Hogy XY helyen vagyok, baj. Így van, így van,
ki, nem is kell, megmondom, itt vagyok a... És jó, jó dolog az. Hát nem mondok én hülyeséget, láthatod. Igaz, igaz. Utána el fogják menni, meg azt mondják, hogy tedd fel a kezed, meg a lábad a nyakadba. De akkor mindenki pördül, egyet oda megyünk, azt akkor... Max elviszik a rendőröket, ha valaki... Megkérdezzem most az ezért is, figyelj. Jó? Gyere csak, Vinyó, itt vagy. Gyere. Nagyon nagy baj van a Magenta 1-jel. Baj a Magenta 1-jel. Lehet egy személyes kérdésem, és pofátlan. Te szereted azt, mikor itt kutyába vagy, igen. És tépik a hajadat? Miért lehet másképp is? Az én vagyok! Hát, úgy simán tudod, ilyen pudváson vagy ami, vagy ilyen... Zsáltozatok a kocsiba, végeztünk. Zsaj volt. Urak! Szóval szereted, jó? És mondom, minden kártyát szereti. Hát de embert teszik. Pedig rájön túszokat kísérgessük még egy körre magunkkal. Itt vagyunk, ha van egy kocsiba, be, ablakot, gyerünk, le, könyököt ki, zavarok. Gyere. Gyertek, srácok. Ez az. Ez hülye. Gyertek őket. Húzza meg a hajam. Ez beteg. Szó szerint beteg. Hopp, tesó. Mit te? A papucs. A papucnak beakadt az eleje, basz meg. Beakadt a papucs eleje. Ez a kínai papucs átka. Nézd meg, mit csinál, tesó. Húzd meg a haját, szereti. Nagyon finci, nagyon jó. De most nem élek le. Pedig volt benne egy gyrosztál. Pénz van a háznál. Laki, én már itt vagyok a kocsinál. Csak lesz itt a papucom a lépcsőn. Hoppá. Hát igen, meg most már tényleg. Van mennek a túszok, srácok. Itogass már ezt a szart. Itt az nekem kevés márka szerviz típus. Jöhettek, csücs be, srácok, csücs. Nem most már nyitom. Tosszal meg üljbe oda létszíves a izébe, a sirokkóba. Nézd-e valami? Melyik bolt legyen, srácok? Mi a terv? Melyik boltok? Kezdve mozogjunk, üljbe. Nem itt nézek alszunk? Drogosan. Miért nem dobláncok meg az ötöt kis bankot? Bankot, bazd meg! Hát Zsa nemzeti, de hülye vagyok, bocsánat! Zsa nemzeti! Ahhoz kevés, tesó. Az nagy bank. Akkor kicsit, akkor palettóit, azt meg tudjuk durantani, nem? De tesó, itt van a város. Nem, ilyen neked, hogy ötös, kettesben kieső város. Ötös. Szóljunk, srácok, meg megbeszéljük rádión. Menjetek a helyről. Rádión beszélünk, haver. Jó, csak öt autó állt a bejáratba még mindig. Ötösre rádurlanunk, ahol szoktunk gyűjteni a túszokat a nagy galáznál. Meddig fog tartani? Kettes. Nem sokáig, barátom. Ez a kettes, tesó. Akkor a kettes. Hogy szerettél volna valamit csinálni? Nem. Akkor addig csak is lókszolunk. Hája. Többiek tudják amúgy? Hát, jönnek ők is. Nem az, hanem hogy én nem rendes lúsz vagyok. Ja, szerintem. De nyugi, nem lesz para meg semmi. A gázat, gázt érzel, szóljál nekem, és akkor intézem, jó? Ez mindig lecúszik a... Nem zavar, csak kérdem. Kíváncsiságban. Nem avathatunk be mindenkit, tudod, mert akkor nem hivatalos. Tudom. De lehettem! Zsaki töri, és akkor maradjon úgy, hogyha jönnek a yardok, akkor... Mazsila megy kutyába, úgy látom. Na mindegy. Tehát, hogyha jönnek a yardok... Akkor izé, dezorek. Szerintem ez gyorsan meg megpukkasszuk, aztán... Létős ismét ad meg az elejét, mert nem hallottam. Jó, csak tudod itt a srácok, nehogy izé. Dullancam? Ha, nyomjad. Ati hallasz? Dullancad. Akkor csendet kérni. Itt vannak bent. Itt vannak bent? Csendet kérni a tárgyaló telembe. Srácok, Zsakinak nagyon kell a csend. Ó, Ilány Szuráncs, fent tölték, küll lesz a szép. Az előről, hátulról, ez az. Ez az, igen. Nyomjátok. Gyertek. Ez volt állat, ami a ez tölött. Ja, ez az. Ez kitörték, akkor zsatar. Mik a kövi? Itt, ami közel van, még az ötös, jobbra van. Csücs be, haver, csücs. Azt a hanák nézzük. Ha se jó niggerek, akkor maximum törünk egy boltot, nem? De. Kárba ne menjen már ez a három jó madár.
Laci, hallottak a rádió? Néha. Ha az előbb mondtam, légy ismételd meg, amit elsőnek mondtál, mert nem hallottam. Ja, bocs, tesó. Hát én meg azt nem hallottam, hogy mondtad. Megérkeztem. Igen, igen. Megnézitek, hogy van-e, lehet-e? Van bent pénz? Megnézem. Ezt lehet, gyerekek. Oké. Okay. Tankol. Tesó. Kimentem, ne arra. Ötös. Hallod, te nagyon vakon vagy. Dehogy is, csak nem... Mondom, meg fogok kujozni. Hallod, cincin, szólj a pátyádra? Hallod? Akkor csak eszhetni. Cincin szét fog ujjazni, tessék, belerácskálok a segged lukájába. A sirokkóval, ha megkérlek az szépen átállt szélére, be tudjak állni a Hesse, jó Zurusza középre. Annyi sászok, itt a sarokba elszívok egy cigit gyorsan. Hesse, jó gyereke! Halló! Csak halljuk, várjuk a következő opciót, hogy hova menjünk. Tesó, nálam fúros. Jó voltam, majd utána jön a hat. Zárva van, de attól még is van. De ez nem jó. Már kint van a szalálpatán, a jodrom. Várja. Elad. Várjatok, arrébb állok. Pél, pél, pél. Melyik voltok? Nincsenek? Van. Ilyenkor volt. Tehát ki fognak jönni egy boltra? Mint a semmi. Szerintem mit szóltok hozzá, hogy megvolt ez a kör, aztán az urakat vigyük vissza a publikba, aztán jó estét. És mi mit vagy, csinál? Vagy menjünk boltba. Még egy boltot megnézhetnénk hátra, nem? Akkor azt mondjuk meg részét. Felé van a tízesen mondjuk. Menjünk. Na akkor menjünk Maki utána úgy. Hátra. Tudom, az az egyes volt, ezt nem biztos, hogy lehet törni. Hát kiderül. Itt van, aki gyorsan fusson, benézze meg a sárc. Hát a menet. Alan? Elkezdteni. Kérdze be akkor sárc. Ez jó. Nyomjad, nyomjad, tesi, persze. Sánkolunk akkor. Jó, hát de cincin kiugrik meg hátal. Hogy vagy, haverom? Szuperül. Nagyon jó. Hol a többi túszam úgy? Itt van nálam, most értem ide vele, bekíséred nekem, el kell velem tankolni. Sárcok annyi, hogy rádiócsendet, mert Zsaki nem tudsz koncentrálni. Eddig még egy szeszik előtt, mert nem hallom. Kinyitom az ajtódat, kiszállsz. Hátra, hát. Repülj velem, száj. Nyomjad. Majd be tudják szállni, hogyha kijönnek a rendőrök. Na így, így jó. Gyere, szállj ki. Bocsi, masikám, elnézést. Ssss. Kurva herbál. Megint tinta miért? Fá,
Pakolom a szépen. Mi az azokna a fejeden? Bocsánat, nagymamámé. Mádi. Vigyom, amúgy nem rosszból, de meglettél ütve. Tesó, ezután még egy meglettem ütve. Igen, hol voltál eddig? Hát nem is éreztem. Gyengék hát. Voltak. Már érezt! Ezt érezt! De csináld már! Csináld! Itt vagyok állni, csak ettem egy croissant a kuton. Mondottam, nem kell sietni. Tesó, itt kétszer volt olcsóbb, csak elmondom neked, és ingyen volt. Engedek itt egy kávét. Ja, hol az úriember? Mondta a magántás csomaggal való problémát? Igen, nem fejeztük be. Mi a probléma? Megváltozott a színe? Így van, ahogy maga kérte, meg is változtattam. Ezt a magát. De baj, ezért jöttem, mert jó volt a színe, hát most szeretnék innen leiratkozni, vagy nem tudom, hogy lehet felmondani. Elmondani? Hát a szerződést felmondom. Jönnek a cigányok. És uram, mert tekkel indult, figyeljünk. Oké, okay, külsős egység oh vagyok, fölmegyek a tetőre. Én is. Kök egyébként csak megsúr. Nagyon, de nagyon rossz. Mi? Gyertek, légy szíves. Nagyon rossz. Te tetőn vagyok, srácok. Mi rossz? Mi rossz? Tekkek, nagyon rossz. Köszönjük rátok szépen, annó... Tetőre fel tudsz jönni, akár. Urácok, Józsi van? Ja. Srácok, kis figyelmet. Srácok, kis figyelmet, miért megjönnek a tekesek. Balra fogok szab... vagy jobbra fogok szabadatot kérni, balra fognak háttal állni, jó? Ez lesz a két túsz, egy túsz viszünk majd magunkkal, amikor kimegyünk, akkor indulunk, mikor a túsz elindul balra, még elindulunk jobbra, meg fogom kérni a sirokkost. Ott vág egy jobbost, szépen egyesen föl tudsz menni gazdagnegyed ki a városból, mi meg csaljuk őket jobbra-balra, leszutunk bőven, jó, gazdagnegyedbe le lehet őket állni, utána visszavezünk hátul a pályán, könnyű, picsagi, katya, nem lesz itt semmi, jó? Jó. Annyi, ugyanúgy, mint az előzőnek. Ez most fontos? Pályán megbosszok őket, csak szólok ilyen autókkal. Na. Annyi, a legeslegvét, semmi más nem lényeg, mindent úgy csináltok, szoktatok, királykodtok, megoldjátok. Ha bárki beakad, elfogják az első, hol vagy, meg mennyien vannak. Így ennyit van. Mondja ebben a rádióban, jó? Lenne mi pördülünk. Kérlek, dicsérj, hagy élvezzem. Topi testvérem, ahogy hazaértünk, rongyos, a 20 000-es se fogsz hónap jönni, csak hogy még egy kör legyen, de Isten király vagy, megoldj. Na, ügyes szóval vagy, Pisti. Nagy a faszod. Ez az. Közsdál, hallod? Közsdál, combodra nem ám kilóg az ablakon. Na, a lényeg. Trik, neki nem elég. Nem elég. Annyi, mondjátok meg, hogy hol vagytok. Mondjátok meg, hogy hol vagytok, meg hányan vannak, és akkor pördülünk vissza. Jó, és lefogjuk a rendőröket. Ha valakit mégis elvisznek, akkor viszont megszerzünk valahogy, úgyis ebből egy párból, az egyenruhásból aztán lecseréljük, jó? Rajta leszünk, hogy megoldjuk. Jó, de szerintem úgyis megoldjátok. Srácok, csináljunk belőlük hülyét, ahogy mindig. Hajrá! Na, nyomja, tessék! Hátamra, he! Kell kétszer kérni. Külsős vagyok, fenn vagyok, szembe a tetőn. Tedd el, nem kell nagyon beszaratni őket, fölösleges. Egy kocsi, elém két ember. Elém álljál, jó, és ül, izé, székre őket. Mi a, megjöttek az aluk? Aha, tekkel. Be a boltot, hogy hanyan lehet. Meg. Kocsival. Jó, Isten. Mert ott beszéltem hozzá egy jó szót, nem is, tegat szántoltál magadnak. Most gondolj a székre. Hát, igen, megvan. Úgyhogy csak ilyen szemből csináld, akkor amit a izé lovakolnál rajta, mint a... Várjál, várjál. Beteg felvezgetszik. Jó helyre küldje telefonon, igaz? Gyere, egyik túszag, írass ki. Zsaki, mondd meg az egyik túsznak, hogy írja ki nagyon gyorsan, hogy vannak hárman. Hú, ez jó ötlet, ezt nem tudtam. Tudna valamelyik ők írni egyet, csia, hogy három túsz van? Itt a telefon. Egyen van? Telefon? Aha, oda nyom, benyülök a zsebembe, átadom a telefonomat. Parancsolj, haverom, te itt vagy fejben? Anonimba írták, nem? Szalaum? Igen, 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 itt vagyok, barátom. Megkérhetem arra, hogy erről a SMS-t, küldjen egy SMS-t. Hogy igen, igen, igen. Vannak. Igen. A maka nefébe írja. Ögyem, álljon kicsit hátra, mert maga itt a legveszélyesebb, nem mernek bejönni. Te jó kedved van, barátom. Valakkor. Itt rosszabban megy a munka, a pakolás. Hát én meg már megbolondultam a lábacsát. Jött még egy rendőrautó. Tesz. Nagyon büdi. Én ázott, zokniszak. Hát kicsit a lápujjam között büdi. Csik rendőrautóra nem látok rá, hányan lehetnek először. Én ketten biztos. Próbáld megoldani, hogy téged ne lássanak inkább. Uram, én nem látnak olyan pozim vagyok. Adjam át a telefont egy másik úrnak. Szeretném? Viszont én mindent látom. Ugye nem kell, csak köszönöm, én még az
Istennek a nyomógombat, aztán neked még az van. Nem igen, probléma. Igen. Nekem még az való, én Afganisztánból jöttem, uraim. Kérném vissza a telefonomat, ez már is szépen. Átgyújtom. Köszönöm Esik. Szépen, uram. Elrakom a zsebembe. Ne add neki, mert azt is kell neki szólni, hogy bejöhet majd ez a kergem arra, hogy kintről. Képek rajta vannak még a telefonoton? Csű, micsoda csajokkal. Persze. Volt az az egér, gyerekek. Persze. Jó. Megnéztem a képeket. Küldötök neki még egy üzenetet, hogy szóval egy boldom a kuki csajok. Mi? Egyiknek kukia van. Az egyiknek dudorodott egyébként, tehát... Te maga is? Vagy nagy csikló, vagy nagy péló. Ez majd mindenkinek a fantáziájára bízom, mit néz ki az egérből. Írjam én úgy sem vagyok. Nem baj, igen. Nem baj, tesó. Nem gáz. Már elindítjuk. Ugorjon mindenki, legyen szíves. Csak egy pillanatra, uraim. Ugorjanak egyet, legyenek szívesek gyorsan. Kem nem megy, mert nagyon sok pénz van nálam. Tegyék meg. Az is, aki itt ül. Csak gyorsan. Kocsi négy ember. Minél hamarabb, ha lehet, mert... Ebből baj lesz. Jöjjön, bátya, jöjjön. Issam. Ennyi pénz volt benne, uram, hogy ilyen boldog táncolni. Ha még nem tudom. Bemutatkozok, még itt ma vagyok, taktól. Jó napot, Irán. Vártuk magát. Csak nehezedik a zebem. Kimentek a tekes úrhoz, megnézni. Jöjjön, megmutatom ennek, én fogok magával tárgyalni. Nem is tudom. Inkább ne, uram. Inkább ne. Mert előbb kell vennem a személyt. Ott a út mellett. Ja, jó, inkább maradjon itt, jó? Én csak egy ilyen safe pakoló vagyok itt szemtöbb. Szép, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mentsen meg! Jól van akkor, uraim? Akarnak nincs jelvények? Nekem nincs jelvények. Orvosi ellátásra nem szorulnak? Nem. Rendben, nyugodjanak meg, azonnal ki fogjuk önöket venni. Addig kérem a türelmüket, köszönöm. Tuszk, akkor rendben vannak, jöjjön! Elég kecsesen mozog az úr. Akának járom ezt, eme táncot. Jött ki jó kedve, delítettük. Milyen szemtelen volt az a tekes úr? Hacsod nincs jelvénye. Nekik nem kell. Még egy rendőrautó. Nekik nem. Nem, három tuszunk van. Egészségesek. Három kérésünk lesz, teljesen egyszerű. Balra át kell állniuk. Azért kapnak egy tuszt, meg kell fordulniuk kocsikkal. Azért kapnak még egy tuszt. Az egy tusszal mi fogunk majd kimenni. Önök addig nem indulnak el, míg a túszod nem ér az autóhoz. Mi szépen beülünk, addig senki nem megy sehova. Mi elindulunk, túsz beül, mindenki elmegy a dolgára. Hm. És beszéljék meg. A harmadik túszért mit kell? Hát azt, hogy mi beülünk a kocsiba, maguk addig sehova nem mozdulnak. A túsz odaér, jó. Aztán utána mindenki mehet a dolgára. Jó, rendben, akkor kimelk és rádiózom is. Köszönöm szépen. Nem mondtad, melyik irányba kéred a menekülését? Balra mondtam, hogy balra álljanak át. Arcozom fel. Evidensen a jobb oldal szabad. Ha, aha. Lehet, hogy nem. Meglátjuk a rendőr úrnak minden kerék korogat. Melyik az a bal? Ugye az a lényeg. Ki két bal kezes? Adott kanabis, lesz már rájuk. Annyit kértünk tőlük, hogy álljanak át balra. Az már elkezdték? Vagy még? Nem. Nem most találtam meg az egyik. Jó, majd nézd már meg, hogy át. Majd nézd már meg, hogy átálltak-e balra, ez fontos. Engedélyt is kell kérniük, tudod? Gondolom, most megbeszélik a Marie Cruz ismétléseit, meg ilyenek, tudod? Listen, milyen fegyve van annál? Kine? Nagypapa. Nem van tűntve. 776. Kiviszi az agyat. Téltnek tűnik pedig. Vizuális orientációval lesz egy kis problémánk, rossz fele néző. Na, megy az! Azt a kurva! Csak tudják, hogy... Gyerekek! Pütykös taxis piruett! Sose adjátok ki! Kanabisz elkezdtek átállni, ugye mindenki? Igen. Jó az informátorunk. Annak figyel! Aha! Tetőről. Akon van már szegény, tehát? Három kocsival átálltam. Király. Van, ahol vannak fegyveresek? Eloszlatták a népet, vagy? Ja, de az egyik engem keres, szerintem. Ja, hát akkor urak. Látták a kocsimat, de... Össze. Nem látták, teljesítettük. Kettő embert ki is vinnék, ha lehetséges. És ja, akkor... megnézzük itt a helyzetet, hogy itt vagyunk. Akkor jó? Szólok rádión. Annyi, hogy nem három kocsinál két ember jó, tehát megbeszéltük, ott vannak, ne nagyon mászkáljunk, jó? Már nem szeretném. Oké, jó. Még egyszer mondja?
Alehogy esetleg félre értek. Leálltok balra is a kocsiknál. Két ember van összes. Nem tudom, hova tűnt a többi. Kettős rác jöhetve. Látom, ott rohangálnak. Na akkor... Jó, gyere. Ber megnézni, hogy... Oké. Fixáltuk rá. Jó? Jó. Uram, egy ember kijöhet. Akkor egy ember mehet ki. És nézze meg. Jó, megyek akkor. Várjon a túsz, várjon a túsz. Maga hova megy? Kilométer hiányos? Isten áldja meg, tehát szólt valaki. Nézze meg. Lássa. Most rendőrök nagyon mennek egy épület felől, vigyázz magadra. Igen, tudom, látom. Járót nézem. Kettő darab túszt, azt kivihetném, uram. Tudom, ott is van távfutó, hogy látom. Persze, van kilométer hiányos. Na, akkor a két úriembert megkérem, szaladjon velem ki. Jó? Köszönöm. Na, jöjjön majd vissza, jó? Köszönöm. Sajnos nem tudnak feljutni, ha engem el akarnak kapni. Jó, nem fognak, tesó. Úgy nézem. Oké, oké. Annyi, hogy én láttam egy csávót jobbra szaladni, nem tudom, hogy te most pontosan hol helyen lesz. Igen. Nem lát, az a baj, hogy jobbra nem látok rá. Csak itt szembe, meg balra. Láttam a tested, láttam a tested. Oké, oké, vettem. Pillanat. Amilyen lassan csak... Jobbrát azt nézzétek már meg itt szemben. Pukkancsatok ki. Pillanat, pillanat. Mindjárt egy pillanat. Szépen lassan a rendelkezésre. Nagyon fasz a gyerek vette. Ilyen kis kellemes baba arca van. Köszönöm. Igen, ja, jó, rendben. De amúgy, ha az úr szeretne, akkor itt van egy kis isler. Itt hagytunk magának, meg péksüteményeket, pogácsa, meg ilyenek. Majd én átmegyek másik boltba, ez most ilyen lezárt területre. Mindenki elhelyezkedett a kis helyén? Köszönöm, kollégák. Pont lefutottuk körbe, minden oké? Okay? Minden nálunk. Jó, van akkor. A túsz a szóval, várjatok. Mindenki nyugodjon meg, mi sem. Egy ötletem amúgy. Most már késő. Jöjjön, uram. Egyből majd fusson utánam, jó uram. Senki nem fut seóval. Uraim, senki nem fut seóval. Jó, mert régén elesik, az baj lesz. Szépen megyünk lassan, nem siet senki seóval. Vinyó. Mindenki megvan? Számít. Most fognak indulni. Indulunk, jöjjön. Szállnak be a kocsikba. Mi van? Indulnak. Lőni csak akkor, hogyha már ők is. Vagy hogyha már felszólítottak. Addig semmikért. Visszafordult az összes egység. Nagyon jó. Kimennek a pálya felé mennek. Elmentek. Nem követnek titeket. Ajaj! Vad vagyok én is. Mindenki megúszta a gyereket. Pálya felem. Felfognak, ahol át lehet menni kaszinó fele, vagy vissza. Ákmetti, megvagytak? Vagyunk srácok itt. Szerintem mindenki megmenekült, nem? Kolya? Nem. Ki? Hova megvagyunk? Nagyon jó. Mondnak el rendőrség fele. Annyi, hogy akkor kövi küldi. Akkor rendőrségre visznek egy srácot közülünk. Kicsodát tudjuk? Nem tudom. Csak láttam, hogy elfogták. Ő azt terepjáróval volt valamivel. De most bevakondoztam a föld alá, úgyhogy... Dezorek lenne az? Dezorek itt vagy rádió? Ja, akkor ő, tesó. Ez Dezorek volt, gyerekek. Kell egy tút, bazd meg, hogy kiváltsuk. Mit kaptak el? Dezoreket kapták el. Sajna. Akkor intézek egy túszt mindjárt.
kell egy túsz. Hát jó, hogyha találsz valakit útközben, azonnal szed fel. Engem üldöznek. Merre vagy? Holdom. Mondom, Herbert, te merre vagy, de nálad is van vas. Megyünk majd. Tettünk, mert belengedtek. Jó, majd utána gyere haza, mert lerakjuk Ahmednél a vasat, mert ma még megyünk csinálni esemés. Tud, az jöjjön már összes bankhoz. Egy ember vagy kettő. Most eltűnt, de itt volt egy rendőr egyedül teljesen a kocsinál, ahol elkapták a srácot. Üldöznek valami kéket üldöz két rendőrautó. Hol, merre? Rendőrség PD felé. Megyünk. Fekete tekkes kocsi, meg egy sió rendőrkocsi. Hagyjuk az ötös bankot, menjünk arra. Hát hagyjad, akkor menjünk arra, mert ott már nem látok senkit. Itt amúgy, hogyha onnan balra fordult, ott van a kocsia. Fekete lambó. Hol vagytok, Maci? Konkrét PD-nél, de nem látunk senkit. Tényleg, nem tudom, eltűntek. Eltűntek. Itt van, Dezorek. Most kapták el főpublik. Hagyjátok, ők is jó fejek voltak. Gyűjünk itt össze egy körbe, és akkor megvárjuk azt az autót is, aki ott van mellette. Úgy sem mer ide jönni. Szakítottad a szájtól. A leglassabb kocsit van. Menjünk most. Na, srácok, Zsa, menekülés akkor. Innentől Zsa, menekülés. Bármerre. Kimerre lát. Korrektem tényleg, mert ők is korrektek voltak. Na, itt kell. Igen, igen. Megoldom, hagyjátok. Pályára. Jó van. Ja, majd váltogatom a sávokat, azból úgyis belebolondul. Gyere, tesó, miközben akkor kezdjük el vasat, mert akkor Dezorek mégsem került be, csak nem tud rádiózni. De bekerült, bent van, tesó, bent van. Mondta, hogy onnan rádiózott. A zártából, igen, nem vették el. Geci, nem hallottam, tesó. Itt van, itt van a fehér. Nisze. Na, srácok, akkor egy út mindenképpen kell, hogy Dezoreket kiváltsuk. Ja, elnézést. És ráztam. Srácok, egy túlsz, akkor saját mindenki túlsz keresni.
Fent vagyok, nem Zetinél. Tekkesek, visszamentek bázisukra. Fasza. Bányaidra nem lehet kimenni túlcér, mi? Mit csinálsz? Csak egy engedélyt akartam kérni, hogy bányaidra kimehetünk-e túlcér, de ha nem, nem. Hát miért szerinted most ilyenkor este hányan vannak bányaidon? Mondjuk true. Ez még 55 kell megnézni, csak messze van. Geci. Egy idéhes. Akkor a kokain szerelni is lehet. Erben meg állandóan fogja a bányahidat. Ja, én mi vagyunk, mi vagyunk. Cannabis, megyünk veled. Nézzük a kokain szedőt, hát ha ott van túl. Te fogsz, mi vagyunk az ügyvédbojtárok, és te tanítasz minket, jó? De el kell mennem hamis izéért. Jó, menjél, intézzed, mi addig felszedjük. Gyerekek, megpróbáljuk akkor kanabisszal ügyvédként kihozni a izét. Dezorekon. Jó. Két túlszom intéztem. Pácok a rádió. Van túlszod? Te túlszom van. Akkor viszont felesleges az ügyvédkedés. Mi legyen? Hát akkor túlsz, csere. Vissza minden. Sem működik ez a szar. Zárva van. Is. Zárva van ez a basszás. Akkor viszont mehetek vissza fegyőjét. Uram! Akkor hol talizunk? Hát ja, ezt kéne meg megtudni. Gáz? Találkozunk gáztól, ja. Ah, régen volt a 9-es, Lugán. Tudod? Mirror Park fölött van. Jönk gát, vagy mi? Na, az állítás az üzés volt. Milyen volt? Szinkronos. Akkor elnézem. Hol tala amúgy, srácok? Kon. Most mondtuk, hogy gáz. Jó, csak mindenki itt áll, geci főpuldik mellettik. Vágom. Indulj el a két túlszal gátra.
De akkor Herbál, akkor csaj már el főpublikig. Hol van, te sok? Gyek, gát, haló. Oh, haló, Buter! Buter! Na, megengedték, megengedték a rendőrök, hazatelefonáljak. Kapok csekket, aztán megyek, viszem haza a löcsót, jó? Jó van, jó van, gyere. Megrefőzd a kocsonyát, még nem vagyok otthon. Gyere, gyere. Jó van, szavasz, Buter! Most már két tuszunk, de nem kell kimennek itt tenni. Engedd ki ők, engedd el őket a faszomba. Te azért kérhetünk értik pénzt, ha már... Nincs kérdőtök? Nagyon jó. Döntsétek el. Tesó, igen jó fejek voltak most velünk. Jó, csak megkérdez. Igen, csak nem tudom, hogy te ott voltál-e ott a főpumnál szemközt, a banknál. Nagyon jó fejek voltak, egyébként teljesen korrektek. Még kicsit fel is háborodtak, megbeszéltük velük, szóval most már ne legyünk szemtelenek. Okay, ennyi elég volt. Okay. Jó van, jó van. Akinek van vasa, bármilyen alkatrésze, azt szervezzük Zsakival, hogy elmegyünk, gyorsan kraftolgatunk párat. Kérdés, akinek van kedve, azt tartom velük. Én akarok kraftolgatni. Vasát jó van nekem is. Gyors, gyűjtsétek össze, mi már elkezdtük begyűjteni, és akkor... De akkor otthon talán nem, egyszerűbb. Gyerekek, mikor van most lámpaoltás? Éjfélkor? Tudom. Nem, azt ki szokták ilyenkor már spammelni. Gobolni. Tényleg, igen. Kigobolják. Oké, oké, mert akkor még gyorsan pár fegyót kraftolgassunk már össze, aki azt szeretne. Szintúj zenész. Ilyesen csinálok. Nem tudom, a SNS-hez pontosan mi kell, srácok, azt tudjuk? Két alkatrész. Két alkatrész. Ravasz, meg belső, ha jól tudom. Alkatrészem az van. De azt így vasból nem tudjuk megcsinálni? De, hogy igen. Megcsinálod a két alkatrész utána. Ja, értem, hol vagytok ma, Maci? Most vagyunk itt a lefoglaltak fele. Nesz, ez belső kell, meg támaszték. Na, labba szíved. Mi van? Halló, halló. Szoszi van? Na? Ugye vágott, hogy én vagyok itt a király. Ki vagy? Király. Milyen király? A király. Aki a WC-be sikál? Nem. Szájmák ki akkor a király. Tesó, hát itt nem akkor kiváltó. Nem menőzzél már itt. Szájmák ki akkor a király vagy. Ki ez a hobó? Te egy ászosi kapusz. Ki tallér? De lehet, hogy van egy bizniszem, egy valakivel én elmegyek, vagy leszünk. Hát elviszlek, gyere. Jössz, megyek, persze. Van, meri azt akkor hozzam a négyest. Igen, egy személyes. Tesó, mi ez az autó? Áruld már el. Ez nem ez... te vagy, ez nem te vagy. Nem bántásból mondom, de ez nem te vagy. Szeretlek, tudod, de szerintem cseréld el. Nem megbántani a kartalak. Tudom, drágább. Tudom, tudom, szép testvérem, nem tudom eladni. Ja, értem. Megkapja az új csipet a gizikétől. Uh-huh. És akkor csak el fogom tudni van, egy 30-ért. És akkor majd utána kezdek valamit az életemben, de ez tényleg nem én vagyok. Ebbe abszolút igazad van. Ez nagyon nem én vagyok. Hát akkor látod. Tehát ebbe igazad van. Sajnos. Hozzon már négy személyes. Hozom főnök. Láttad mennyi mindenem van a hizébe? Szép, nem? Jó mutta. Ez nem belad? Ez melyik? Mit csinálnak? Ez egy órás. De szar... Mi ez az új? Szopki. Mindig. Mi ez a szarfos kocsi? Akkor is szopki, köszi. Hogy nézzem meg, hogy betörik az ablak? Golyó... Ip! Opa, az kijárt. Oh. Aha, lesz-e neked? Ezt a francokat! Így csapok! Nézd már meg a rendszámát. Jó, te
Na be tudja, mi hol van? Térrendszámomat nézd már meg, légy szíves, jó? És utána beszélj. Aha, buzik és a gálat, megy. Darabalkat lép kell a vesenekhez. Köszönöm. 12, nem? Szokkerom én. Tehát akkor ez 12 vasat jelent összesen? Igen. Ez a kurva jó vagyunk, hát akkor mindenki hozza a vasat, az basszunkra menni. Adok 10 vasat én is. Nekem is lesz szép az üzeg. Na miért, mi a baj? Mi a rákos kurva nyer esek föld alá? Tesó, azt állítsd be. Tyú, mindent beállítok, ja, és akkor se jó. A proceszt, húzd fel magas, és akkor jó lesz. A faszom ki van. Lúj meg a beszéd, szar. De nem értem, miért szar, tesó. Pedig 300 000-es videókártya gecet, mindjárt falnak megyek. De nem az a baj. Nem, tudod, nem. Most van egy i9-en, egy 16 giga ROM-om, egy 27 szuperem, mi kell még? Úristen. Ja, és egy hónap múlva jön a 30-70-em. Avval kíváncsi leszek. Avval is szól, ezt meg fogom az darabokba töröm. Megint újítod, vagy mi? Kártyát. Hát de minek? Azt adtad el, nem? Volt egy 20-70-em, most van egy 20-70 szuperem. Volt egy 30-70-em, ezt jó áron eladtam, meg most veszek még egyet. És mennyi veszed azt? 2-10 akcióba. 210 000. Aha. Hát az nagyon hát, jó áron. Hát egy 100-as mínusz, nagyjából 120 mínusz. Ja. Az jó. És ezt te lakod ezt a kártyát? Ezt? Vagy tesómnak, mert neki egy 10-50 TI-ja van, tudod? Aha. Ez egy kicsit gyengusz, úgyhogy lehet neki, ha meg nem kell neki, akkor meg így eladom. És mit kérsz érte? Ez baráti áron neked, ha neked kéne, nem sokat. Na majd beszélünk akkor róla, tesó. Hogyha esetleg úgy adódik, hogy eladod. Nem mondom, ha ízítésomnak kell, akkor na, érted, sárcok, inkább akkor, ő. Aki akar, tartson velünk, megyünk vasat, vagy vasat, na, fegyel. De ha nem kell neki, ha jó az övé, akkor szólok. Jó. Hát, hogyha kell az öcsédnek, vagy bátyád, nem tudom kit. Csém. Akkor hát én vagyok a legidősebb. Hát a öcséd. Akkor lehet, hogy engem a 10-50 ti is érdekel. Jó. Majd beszélünk akkor erről. Oké, és oké, hát még egy hónapért megjön a kártya. Nem sürgős. Azt hiszem értem, több mint 500 000 ez a szargép, érted? Ja, és ja. Egy ilyen szar szopakszik. A Warzone-t ultrán nyomom 140 FPS-sel végig, ultrán. Meg mondom, ugye mindent. Nem azzal van a probléma, hanem itt a városba. Itt van gond. Hogyha fasz ki van. Hát most is megmondja, ott káromkodtam egy 20 percet a kocsiba. Csak kell velem kirámolni ezt a házat. Nem, gyere. Azt a házat. Engem? Ne is hívjál, gecifej. Te azt mondom, te gecifej, hogy nem jössz el velem, te süketjél. Izének mondod itt a makinak, nem is nekem. Mondom, nem jössz el velem kirámolni? Így kérdeztem. De gyere. Mehet. Én vagyok a mester, meg a királytok. Húzzál már innen, tesom, a szoknak a hazolat. Szaladjál már innen. Mester vagyok. Harmadjára zavarlak kell. Már nem tudom, hogy merre volt az ház. Melyik ház? De ha múltba bemettem. Én se várom. Ki akarom hozni azokat a ládákat, mert veszek egy szét. Mással kérem, gyere. Van arra fele egy benzinkútban. Régen határ is volt arra. Hát én már nem emlékszem a tegnapra. Tudom melyik. Fölmenni tudod a izé. Az obszerváció. Na jelöljed. Jelöljed. Arja, meg kell keresni. Bandox. Hú.
hogy van. Rákidik ki a szemét. Dik. Igen, most majd meglát. Kázunk egy jó. Jön a Maki. Aha. Mi? Jön, jön. Itt a izé volt, a régi bázis. Valahol van egy határ, lenni kell egy határnak. Tudod ezt a sárga házat, mondom, bazd meg, hát ahova bement. Van. Tengermét, tiszteletem, a főpublikban várnám a fuvaromat. De két van nála. Erre mentetek, Peter. Akkor megyek oda, haza. Ki biztos tudja, hol van az? Mehettek. Meg hát, ha tudja. Otthon vagytok? Nem, Maki, állj meg már. Hol van az a ház, ahova egyszer bementem? Bementi, ja. Ja. Arra fele egy benzinkút, ami ilyen rabolhatós, és utána közvetlenül van a határ, mögötte meg föl lehet menni a hegyre. Ez benzinkút, az baszd. Ez a 15-ösnél van a határ. Akkor nézzük már meg a Slayer-za. De az kivisz a pályára. Jaj. Ja. Hát az van pályához közel. De el kell menni ilyen házsor mellett, utána van egy benzinkút, és utána tudom, volt határterem. Tudom, várjál. Az évfele volt az, a... mindjárt mondom. Mi, amikor izértünk, Mazsi? Mikor ketten voltunk külsősök? Mentem, geci, abba a házba, tudod. Mondom, hogy van kulcsom. Akkor ugye lehet vágom, gyere. Na. Ó, oh, basz meg! Te azt hittem, amakival vagy. Akarom szedni a ízen ládákat onnan, mert akkor szedem a srácnak, ő kikraftolja a legendes ládát, kifizetem neki, azt hittem egy kocsit. Ha merre ment? Izé felem. Tekint el a fele. Vágod. De van a tekint el a lefele. Egy, nem erre. Aha, ott van. Dig. Kell, hogy mondjam, hogy keci jól esett, amit a kutba mondott. Mi? Mi vagyunk a hármas jó, és hogy örül nekünk, ha? Hogy a csapat része vagyunk el. És tesszed? Tassam taknyos eszed, pardon. Pardon, tesszed. Látok, közben lett valami akció? De még amúgy... Macék merre vannak? Csináljuk a fegyvereket. Amúgy nem csak ő segíthetek, mert én meg közben visszaértem, azt akkor mennék nyolni, vagy mennék veletek valamára. De most, ha van vasad, akkor ide tudsz jönni, ha nincs, akkor nem. Nem nagyon tudsz most segíteni. Nem tudsz, mert mindenki csak... Mindenki csinálja a dolgát igazából. Van, jó van. Valaki esetleg akar bandrázni, itt vagyok a főpublikba. Nem erre lesz, ha? Nem. Az bent van a gazdag negyed fele szerintem. Igen, nem erre lesz, Maki, hanem a gazdag negyed fele, ha? De itt van az a geci házsor. Nem az, geci. Az. Szerintem a gazdag negyed fele lesz. Igi gumora bázis, nem erre van, ha? Nem ezt mondom. De én a halapiac fele van az a házsor, én arra értettem. Én meg nem. Szerintem a Pityu tudja. Jó, én nem tudom. Keressük ezt, aztán nem hagyjuk ott. Izé van arra, valamelyik bolt. Igen, benzinkúttal van összekötve. Itt kell fölmenni, azt hiszem. Szóval a 19-es bolt van itt?
mentél? A faszom sem hallja. Az én is bementél egy házba, hol a faszom, majdnem a HK-snél. Nem tudom. Már meg nem tudom, miről beszél. A hiszén, ahol körbe csaltuk a csávokat, fárgod. Itt erre van, gyere tesó. Mit jelent az, hogyha nem sikert? Ha nem sikert, erre lesz sajnos, tényleg, megvan, nem tett el. Itt volt valahol bal oldalt. Én. Hát tudtam. Még mennyi? Hát a nőket se tudom felizgatni. Ez. Menj vissza, a tolás vissza. Ez az. Rosszas vagyok. Fáradt. Jövök. Hoppá! Jaj. Jövök mindjárt. Az. Én itt nem voltam sose. Ha velem volt. Azt engem kérdez. Ó, az a jakkariány. Nagyon deli. Ami kurva jót megy a szalambó. Igen. Félig a rendszám. Jaj, de jó már. Alkesz. Hát, jó napot kívánok, miben segíthetek? Akkor nem baj, vagy baj. Mi? Mi a baj? Hát ez a, hogy így kirámoljuk. Szerintem nem. Ez amúgy ez a gay. Ennyi, ilyen ez a rangban valami gay. Aha. Ez az mi? Hát az nő vagy. Valaki kopokoltad, de kihoztam egy CZ-t, nem tudom ki. És attól már megbabráltam. Ott bent egy CZ-t, de többet kipakoltál. Arat még vasatok? Persze éred. Most jöttem, Zaki, nem tudom. Nem felérem azt még talán. Kérdezik, marad még vasad? Eludattam a vasamot. És egy kicsi ütülőt. Gyere ma utánam, légy szé. Na. Jaj! Bejössz. Kicsoda? Hát ki? Én, medek. Kicsit jótékonykodok a faszomba. Miért, tesó? De miért? Tesó, én csurik vagyok. Úgy mondom, hogy te is vegyél ki, ha kell neked. Meg a izének akarok, az egész scriptsnek, érted? De miért? Mert jó szívem van. Ha, lehet annak nevezni. Hát de most azért csin... Ez mi a szar volt? Hallottad? Azért nyomtuk a Rogers-t, hogy legyen az... Nem baj, vegyél ki öt esenest, létszik-e. Ember, mi van itt? 46 fegyverem van. Kemény. Ja, hát jó, mondjuk nem olyan erős az SMS, de kokikat úgy osztam vele, mint a gép. Kivettem... Állom, négy, öt darabot. Nem olyan erős fegyver, de... És ez mi? Nem fér el nálad, geci. Á, menjünk ki, tesó. Itt a házba bent lövöldöznek. Veszem észre. Három, négy, öt. Jó. Ember ott lövik a... Go. Geci. Majdnem fekvés. Majdnem. De amúgy egy kicsit megszedtem magam, nem? Igen, hál' Istennek.
Ja, most már várja, kivettünk 10-36, az elég nekem. Gyere, Mándik! Macsikám, itt vagy, rádió? Itt vagyok. A legendás kocsiládából mit nyitottál? Egy Nismo-t. Hát, ez gatya. Az 1,2, nem? 100, 800. Ja. Ja. Kérdeztem. Kinek lesz olyan ládája, az adja már el nekem. 2,5-ben most adom. Tehát akkor az izétusítok belőle AMG van már itt. Most adjad meg. Csak prémiumot lehet, epiket meg platinumot. De nem autóm van, he. Hát a geci. 15 darabot az a platinum. Igen, meg az epik, meg a prémium. Ennyi. Mi a szar? Nem, azt csak azt mondom, hogy akkor a platinum most mercit, akkor ugyanúgy itt belőle nyilván. Bárki úgy rendet kérünk. Hopp. Add már nekem azt a ládát. Ha menjünk, gyere. De ez miért csinálja? Kész érte. Egy jó szót. Éppen. Szeretlek, imádlak. Igen, ilyenkor mi? És tudod, nagyon jó. De ezt miért csinálta? Város probléma lesz szerintem amúgy. Gyere. Nem, már ki is nyitom. Nyitok is itt es kapcsik. Gyere be. Hol van ez a cigány? Itt vagyok hátul. Ja. Van kilenc. 9. Vedd ki. Legendás kocsi láda, vagy csak sima láda? Legendás kocsi láda. Cigány. Hát egy kocsi láda. Fejsze. De szépen, hagyd vegyem ki. Jó Isten. Hű, Mauni. Bekönnyeztem, elnézést. Azt meg odaadjuk Mosó Macinak, azt az újaknak majd, ja. Akinek kell. Mindjárt szólok is neki. Na, köszönöm szépen, Bézzel, csak a ládát vettem ki. Itt vagyok, tesó. Tudom találkozni, tesém. Aha, itt vagyok most a fegyverkraftolós cuccmuccnál, de mindjárt megyünk haza. Találkozunk otthon? Aha, otthon, jajajaj. Oké, oké, egy két perc. Két, mondjátok már. Mit? Mit adtok neki? SNS-t. Kivettem 10 SNS-t és ezt a frakinek adom. Várj, ez lerobbant, szálljunk ki. Hogy robbant le ez a szar? Mindjárt azok egy másik. Na négy személyesen. Bújj el addig. Jó van, elbújok. A seggembe. Szádba bújok. Ó, az még jobb. Nyitom a ládikókat. Mindjárt jövök. Jövök egy pillanat. Hoppa. Geci jót, mint ez az autó. Menj vissza, Mazsér, siess. Én nyomom. Jó, 1, 2, 3, 4. Megyünk haza.
pityú, csupa halat ad, geci. Micsoda? Lott. Halat? Halat, há. Ilyek meg, ha nem, há. Akkor érdemes volt kinyitni. Te csalit. Igen, lecraftoltad volna izére, legendás autóra. Jaj. Tudom, hát 60 kell, bazd. Hát most gyűjtötted volna. Kutya gecitő vette volna még másik. Hát... kármennyi. Ez a ládája, hát. Nem meg tudom. Is veszem. Hát neked adom el, te lecraftoltad. Na? Hát akkor mennyibe adod? Figyelj, geci. De amit megbeszéltünk, másfél milliárdot. Mondom, nem tudom másnak eladni. Nehogy az gondolt. Csak a fiúk érdeklődtek meg a többiek, hogy hogyan lehet ez, meg hogy mennyibe megy. Szóval lehet, hogy nem tudom mondani, mert kirámolták a házat. Aha, jó, semmi baj, mert akkor megveszem majd. Tehát vagy kéz alól vannak embereim, meg én, minden kaptam erre. Kaptam vizet. Hogy megoldom a problémát. 20 millió csekkemben fel. Gyors a tárolóba. Az klassz. Jó, itt vagyunk. Kidumáltam, hogy alkoholista vagyok, úgy csábítottatok be. Vásárolgattam meg minden, sok időbe teltem. Kirívű sakti mellem meg egy doboz koronával, hogy mondjam ezt a rendőrnek. 15 én azért mentem balra, mert megbeszéltük, hogy ez csak egy műsor, és hogy én direkt elmegyek balra, és engem mindenki béké hagy, mert hogy ez csak egy film. Fújaszlak. Hogy én full a részeg vagyok. De én nem feszültek, kurva. Majd valami faszát nyit belőle, mert én elvileg jó. Mi van, Max? Hol a kutyát? Ha tőlem veszed, szerintem egy esélye van, hogy valami faszát nyit. Próbáld meg. Na most. Mikor lesz belőle valami? Most egy menet. Hát ahogy kivették a denevérládát, jó kutya. Nem tudom, hogy elkészült. Szia kutya, 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 szia kutya. Ki lesz véve már két hete. Jaj, bocs, dehogy nem. Mikor lesz igazából kivéve. Egy milliárd. A Miles bátyra, mert azt szerintem tudja. Egy milliárd. Kutyáról beszélünk, nem ingatlanról. Hát tudom, te sokat. Pillanat, Makikám, ezt már intézem gyorsan. Oké, ráérünk, ráérünk. Nyugodtan. Hagyjad, Pityu, jön mindjárt. Várjál, tesó. Mindjárt. Én nem akarok már. Gyere, Maki. Úgyis ide kell ezt berakni. Gyertek. Itt van a szép. Hát, hogy csak kinyitom ezt a vackot. Aha, ki is van nyílva. Ok is. Izé, na, állj meg sokan. De annyi a helyzet, hogy én ezeket, meg Pityu is átadogálom. Gyere már közelebb, légy szíves. More, izé, csak pakold ebbe, hogyha valami olyasmit hoztál. Tízesen ezt így ajánlok az egész családnak. Nagyon szépen köszönjük, tesó. Nagyon király vagy. Azt mondom, hogy álljunk sorba, és ne az legyen, hogy így mindenki fogja és izé elkezdi pakolgatni. Már rakom, pillanat. Köszi. Bevadult az arab. Na félre csúszbassza meg. Medve! Én is hozzájárultam kettővel. Ja, úgyhogy még másiknál van. Nagyon szépen köszönjük, srácok. Ja. Ez úgyis közös célt szolgál, szóval... Hát figyelj, nekem király. Még van vagy 40, úgyhogy azért mondtam, hogy akkor egy kicsit. Nagyon király vagy, tesó. Most nekem azt mondtam... Nincs, de veszek. ne vegyél, tesó. Ráfekszünk Rogersre. Ipakolgatjuk naponta egyszer-kétszer, ahogy sikerül. És akkor abból elmegyünk. Persze, és akkor abból elmegyünk. Izélgetni. Tudod, mit mondtam a rendőrök? Szellem. Na, mit mondtam? Úgyhogy... Becsábítottuk a tatok egy kőműzsű sakti mellem, meg egy láda koronával. Látták, hogy adja a kulista, nem vagyok. Menjünk ki. Be van zárva? Azt nekem légy szíves 30 darab 9-es lőszer. Faszomat élvezik ezt már, komolyan. Pici, nagyon jó ez az élet. Beraktad a szívbe, nem Pityu? Persze. Tejétek el! Nem a legnagyobb fegyverek, de... Jó lesz köszönjük. Az. Képzeljétek el, megcsináltam az egyik fegyvert, azt mondta az öleg, hogy elkészült, és nem kapni meg. Miért nem mondtad, hogy húzza le a faszt? Behúzta. Nagy köcsög volt. Behúzta a lohadt geci. Traugár. Van nálam 10 vasz. Miért nem raktad be? Jó lesz következőre. Berakom vissza. Vagy várja, ott adom, ott nekik. Az a futás. Ezt akkor mondtam neki, mi van, mert beszartál. Azt mondtam, nem. Aranyere van.